keresztnél van vége, épp ott indul a megváltás, ami vereségnek látszik, végül győzelem még vár. Halleluja! Győzelem! Halleluja! Thank you.
Szent Szellem, ha leesel, ott, ahol te vész, Jézus úgy szeretlek, jobban Jump, 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 jump
Egy utat, amit követhetek, ha vége a dalnak, adj nekem ittet, amivel még tovább élhetek. A legtöbb nagy kaland, nézd milyen nagy az utazás. Közel a cél! Közel a cél, vadalom véget ér. Közel a cél! Közel a cél, vadalom véget ér. Gyújtsd üzet nekem, a vége a dalnak.
sötétséget, kijött ki a sírból. A megmentett jó oroszlánya, ő kősziklánk és alkotó. Mondd el, kiűzzel el mindenünket, megszabadít! Szabadít a vádlótól. Csak ő a Júda oroszlánya, az erős és hatalmas sor. Halleluja, 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 Jézus a megváltó. 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 Kialkott új szívet bennünk, örökké tart dicsőséget. Vigyél majd vissza a földre, hogy igazsággal ítéljen. Aki az ég és föld ura, örökké tart dicsőséget. Halleluja, 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 Jézus a megváltó. Halleluja, 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 Jézus a megváltó.
Espíritu. Hallelujah.
Urunk, te harcolsz, erős seregek ura vagy. Urunk, te vagy a vitéz. Te vagy a vitéz, hős harcos, aki felemeled az erős karodat, aki úgy, amikor kihoztad a te népedet Egyiptomból, kinyújtottad a te karodat. Urunk, akkor a vörös tenger is szét lett választva a te néped miatt. Urunk, a mai napon is emeld fel és nyújtsd ki a te karodat Izrael győzelmére. Kérünk tégedet, hogy rombold le a halálosztókat, rombold le a terroristáknak az erejét, hatalmát. Kérünk tégedet, Urunk, lépj rá a kígyónak a fejére, és taposz szét a kígyónak a fejét. Urunk, te vagy a hős harcos, és te ma is felemeled a te kezedet, és Urunk, itt is rombold le a sátánnak a munkáját, rombold le démonoknak, betegségeknek, átkoknak az erejét. Urunk, kérünk tégedet, hozz áttöréseket, hozz fordulatokat, küld ki az Istenek a beszédét, és selekedd meg a te jó, kedves, tökéletes akaratodat. Urunk, hiszünk benned. Urunk, köszönjük. Köszönjük a te beszédedet. Köszönjük a te szellemedet. Köszönjük, hogy itt vagy. És kérünk tégedet, erősítsd meg ma a belső emberünket. Rombold le a félelmeket. Rombold le, kérünk, a kétségbeeséseket. Rombolj le a Jézus nevében akadalmaskodásokat. Kérünk tégedet a Szent Szellemednek az erejével. Töltsd be bennünket. Jézus Krisztus nevében. Jézus Krisztus. Urunk, köszönjük, hogy Isten országa az igazság, békesség és Szent Szellemtől való öröm. Urunk, köszönjük, hogy van vigasztalás nálad. Köszönjük. Urunk, te vagy az, aki a gyászunkat örömre fordítod. Gyászukat örömre fordítom, és megvigasztalom őket. Téged! Vidám már teszem a szívüket, és örvendelek a bánatunk. Szem a színüket, és örvendelek a bánatunk helyen. Akkor a szűz vigadóhoz nagy örömmel együtt az ifjak kis fényben. Gyászukat örömre fordítom, és megvigasztalom őket, mivel már teszem a szívüket, és örvendelek a bánatunk helyen. Mivel már teszem a szívüket, és örvendelek a bánatunk helyen. Akkor a már! Mivel már teszem a szívüket, és örvendelek a bánatunk helyen. Mivel már teszem a szívüket, és örvendelek. Friss tűzzel
keresztel meg népedet. Szükséged van Isten erejére. Ó, íts meg minket. Szükséged van megújulásra. Itt az idő. Itt az idő. Árasz ránk szellemed, ha meg. Hogy az Úr kiárassza a szellemét. Öntöz meg benső. Megöntözi a szívedet. Járjon át elevenítő előtt. Mert várva várunk. Várod őt. Itt az idő. Mert itt van az idő. Árasz ránk szellemed a mennyektől. Árasz ránk. Hirdessük ígét, dönts el újra hittel, kedvel, hűséggel, Szent Szellem lánya vég. Élet folyója jöjj, jöjj! Szomjas a szántóbből, boríts el fentről, ha hozzon terv is, élet folyója jöjj, élet folyója jöjj. Kedj fel, óró! Friss tűzzel keresztel megvédelet. Újíts meg minket, itt az idő. Árasz meg szellemed a mennyekből. Öntöd meg benső, küld eleső. Járjon át eleven idő elő. Mert várva várunk, itt az idő. Köszönjük, Urunk! Hálásak vagyunk neked nagyon a Szent Szellemedért. Köszönjük, Szent Szellem, hogy nem hagytál bennünket egyedül. Köszönjük, Jézus, hogy te azt mondtad, hogy egy másik vigasztalót fogsz elküldeni, és jobb nekünk, hogy te elmész, mert különben nem jöhetne el a Szent Szellem. És Urunk, nem tudjuk, hogy miért mondtad így, de nagyon köszönjük neked a Szent Szellem ajándékát. Köszönjük, Urunk, hogy te támogató utitársunk vagy itt a földi életben, és kérünk, add meg mindannyiunknak az életébe, hogy az Istennek a szerelmét, Urunk, gyújtsd fel bennünk, gyújtsd meg! És kérünk téged, ott ahol a lángok alább hagytak, kérünk, hogy fújj rá a szívünkre, hogy újra lángot kapjunk. És köszönjük, Urunk, hogy nem hagysz bennünket egyedül. Köszönjük, hogy szószólunk vagy, vigasztalunk vagy, és elevenítsd meg az igét a te dicsőségedre, a Jézus nevében. Amen. Halleluja. 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 Sok szeretettel köszöntelek benneteket, sok szeretettel köszöntöm Illés Kornél barátomat. Köszönöm, Kornél, hogy eljöttél, elfogadtad a meghívásunkat, és nagyon örülünk, hogy itt vagy, és hogy ma hallgathatjuk, hogy az Urat, ahogy rajtad keresztül elmondja az igéjét. Köszönjük, hogy itt vagy, és köszöntjük, akik először vesztek részt a Ceglédi Híd gyülekezetének az Isten tiszteletén. Sőt, még az
még akik az interneten keresztül is bekapcsolódtok az Isten tiszteletünkbe, ti vagytok az online gyülekezet, és kívülről ti is össze vagytok kapcsolódva velünk digitális módon. Titeket is sok szeretettel köszöntünk, és kérlek, mielőtt helyet foglaltok, egymást is köszöntsétek. Halleluja. Csak egy rövid időre kérlek, hogy foglaljatok helyet. Én csak a 105. Zsoltárból szeretném felolvasni a 37. verszakot, és szeretném, hogyha gyűjtésre kerülne sor most itt az Isten tisztelet elején. 37. verszak. És kihozta őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt beteges. Amen. És nézd meg, hogy ugye egy másik Zsoltár, a 107. Zsoltár ugye azt mondja, hogy kiküldte az ő beszédét, és kibocsájtotta az ő szavát, és meggyógyította őket. Tehát látjuk, hogy Isten a beszédén, Isten az igéjén keresztül munkálkodik, és pont itt az alkalom, Isten tisztelet elején egy pár szót beszélgettem testvérekkel, és eszembe jutott az, hogy még 90-es évek közepén a kezünkbe jutott egy Kenneth Hagin kiadvány, ugye angolul, és annyira, tehát a hitnek az üzenete olyan erősen dolgozott, működött, hogy írtunk ki nekik, hogy hát mi szegények vagyunk, nincs pénzünk, és nem tudjuk megrendelni, de nagyon érdekel az újságjuk, és nem lehetne valamit, tehát hogy segítenének, tehát nem pénzzel, hanem hogy tehát ilyen kiadványokkal. Hát ugye milyen a magyar ember? Hát olyan, hogy valaki más segítsen rajtam. Nem tudom, hogy tapasztaltatok-e ilyeneket. Hogy valaki más segítsen. És az volt a legjobb, hogy visszaírtak, küldtek egy kis zseb könyvecskét, ami azóta lehet kapni, már le lett fordítva, ugye a bővölködés, tehát Kenneth Hagintól a bővölködéssel kapcsolatban. És egy kis brosúra volt, és mondták, hogy ők ezzel tudnak segíteni. Hát mondom, kösz szépen. És ugye feleségemnek köszönhetően, ugye angol tanárként lefordította, és akkor olvastuk életünkbe így először, hogy hát ő szokott szólni az angyaloknak, hogyha már ki vannak küldve a szentek szolgálatáért, meg akiért örökölni fogják az üdvösséget, hogy mondja a Kenneth Hagin, hogy ő tehát mindig kiküldi a beszédét, és mondja, hogy angyalok, menjetek ki, hozzatok be pénzt, és akkor, amikor szüksége van erre. Na most sokan biztos megbotránkoznak, vagy... De... És akkor elkezdtük gyakorolni. És pont ma jutott eszembe, hogy sokat nyelveken imádkoztunk, és ugye ez a nesze semmi fog meg jól, de ez nem nesze semmi fog meg jól. Hallod, Isten az igét küldi el oda, ahová akar cselekedni. És ne az igét, ne félváról vedd, mert a segítséged az nem más emberektől lesz, nem az önkormányzattól, meg segélyekből, meg egyéb dolgokból, hanem abból tudsz, úgy tudsz kijönni, abból a helyzetből, amiben vagy, bármilyen nehézségből, hogy Isten kiküldi a beszédét, és a beszéde elkezdi elvégezni az életünkbe az ő jó, kedves, tökéletes akaratát. És pont beszéltünk Pattal, hogy ahogy jöttünk, pont megemlékeztem arról is, hogy egy panellakásnak az első emeletéről
imádkoztunk sokat, nyelveken imádkoztunk, és látások alakultak ki bennünk, ennek is vagy 25 éve. És a csillagot kinyitottuk, nem az erkély ajtót, hanem azt a nem tudom milyen ajtó lehetett, mert ugye csak egy kilépő, a lodzsa ajtót kinyitottuk, és kifele a padlóra ráterítettük a paplanunkat, kinyitottuk a lodzsa ajtót, hogy lássuk nyáron a csillagokat, hogy ne a képzeletünknek ne legyen, a csillagos ég legyen a határ. Sokat nyelveken imádkoztunk, úgy aludtunk el, hogy folyamatosan nyelveken imádkoztunk, és úgy képzeltük el, hogy hagytuk, hogy Isten egy látást bontakoztasson ki bennünk, hogy mit akar, mi lesz a jövőnk, mert nem sok minden van. Ha nézem a bankszámlámat, ha nézem a fizetésemet, hát félhavi fizetés, tehát hogy annyit jöttünk ki, hogy fél hónapig bírtuk, a többi vagy bőjt, vagy beosztottuk, hogy csak annyit lehet. És emlékszem, hogy egy nagyon erős látás megjelent bennem, hogy egy nagy házam lesz. És egy nagy fekete autóm lesz. És megvan. És akkor dicsőség az Úrnak, és akkor emlékszem, hogy ahhoz, hogy ugye panel gyerek voltam, tehát sokáig panelben laknunk, és direkt kimentünk a 11. kerületbe, hogy járkáljunk nagy házak között. Ott sétáltattuk a gyerek, ilyen nagy házba lehet lakni. Hát most nem tudom, aki panelból lakik, vagy panelból jön, hát egy kis panel lakásban is nézzük, el lehet tartani egy ilyen, hát mekkora lehet a rezsiköltsége? Hát, hogy? Ezt hogy bírják az emberek? Tehát az embernek, hallod, nem csak ige kell neked, hanem utána kérjél az Úrtól látást, hogy táguljon, hogy ez a itt ne szűküljön össze az ember, úgy hiába kap Istentől kijelentést, de itt nem engedi meg az ember, hogy áttörés jön az életébe. És hát én ennyit szerettem volna mondani. Hát, hogy az ige kijön, hallod, hogy Isten kibocsátja az igéjét, és az ige, mielőtt Isten elvégezni az ő jó munkáját az életedbe, először az ige jön ki az életünkbe, és utána nekünk kell dolgoznunk azon, hogy az ige, az nem automatikusan történik meg, hanem nekünk gondozni kell utána a földet, a magot, amit bevet Isten a földünkbe, azt gondoznunk kell, hogy ne legyen gazos, ne ilyen legyen, ne olyan legyen, kapjon vizet, kapjon mindent, hogy az ige ki tudjon fejlődni, növekedni, szárba szökkenjen és gyümölcsöt hozzon. Én ezt kívánom az életetekbe. És ehhez az is kell, és azért vannak gyűjtések, és tudom, hogy manapság vannak keresztények, akik megbotránkoznak a tizeddel kapcsolatban, vagy gyűjtésekkel kapcsolatban, de az ige cselekedetek nélkül, a hit cselekedetek nélkül halott. Ha csak ennyit mondanánk neked, ettől nem fog megvalósulni. És emlékszem arra is, amikor 10 000 forint volt a zsebembe, és az nem sokszor fordult elő. És emlékszem, benn voltunk a Gyömrői útnál, és gyűjtés volt, és a Isten ráhelyezte az embernek a szívét, hogy dobd be. De hát várjunk már, hát... Tehát érted, örülök, hogy láttam, érted? És bedobtam. És nem az volt minden ellen, most én azt tudom mondani, hogy nem az volt, hogy következő héten meglettem áldva. Nem az lett, hogy egy hónap múlva meglettem áldva. Fél év után is azt mondom, most minek dobtam be? De tudtam, hogy Istentől volt ez a késztetés, és tudtam, hogy ez, nem tudom, hogy én nem azért dobtam be, hogy holnap már arassak, nem azért dobtam be ilyen számításból, hogy majd egy hónap múlva valahogy pénz lesz, nem, hanem éreztem nekem, ez kell tennem.
És biztos, hogy ezek próbák is Istentől, hogy mennyire ragaszkodik hozzá az ember a pénzhez, és az adakozás az ilyen, hogy az ember hétről hétre meg van próbálva abba, vagy amikor a fizetésedet megkapod utána való héten, meg vagy próbálva, hogy mi az első, mi a prioritás, hogy félre tudod tenni a tizedet, hogy be tudod-e dobni az adakozásodat, vagy tudsz-e úgy bedobni adakozást, hogy nem a megszokott adakozásodat dobod be, hanem ahogy engeded, hogy a szellem vezessen. Mert sokszor mi nem értjük, hogy a Szent Szellem miért csinál, meg hogy csinál dolgokat, de egyet tudunk, hogy vezessen, ez a lényeg. Meg különben is, ahogy itt énekeltük, hogy a földi javaink, azokat igazából itt fogod hagyni. Akármilyen nagy házad van, nem fogod bevinni a mennybe. Akármilyen autód van, Mercedesed van, nem fogod a mennybe befurikázni. Nincs ott garázs a Mercedesednek, hogy beálljál vele a mennybe. Semmi. Úgy, ahogy jöttél, még a ruhádat sem, kedvenc öltönyödet sem viszed, meg a kedvenc órádat sem viszed el innen. Majd osztozkodnak az örökösök, aztán eladják, meg ki tudja, mit csinálnak vele. És ennyi volt. Amit gyűjtöttél, de az Úr pedig azt mondja, hogy lehet átalakítani mennyei kincsé a földi kincseinket. Legyen, ne érts félre, hallod, még amit most van, annak a sok-sok-sok szorosa jöjjön az életedbe. Hallod, Isten adjon egy olyan utat előtted, hogy még nagyobb módon meglegyél áldva anyagi javakkal, de a pénznek a szerelme az ne kösse a szívünket. Amen. Kérlek, hogy álljatok fel, és így imádkozzunk, és vessünk most a következő percekbe. Kérlek, hogy hozzátok ide a kosarakat előre. Mennyei Atyánk a Jézus Krisztus nevében, Urunk, köszönjük, hogy a Te beszédedben erő, hatalom, csodatevő dolgok vannak benne. Urunk, Te kiküldted a beszédedet. Urunk, Te elküldted Mózest is Izrael fiaihoz. És kihoztad a népet, a rabszolga népet, kihoztad gazdagsággal, kihoztad kincsekkel, kihoztad arannyal, ezüsttel. És Urunk, a Jézus nevében kérünk, Urunk, minket is kihoztál ebből a világból. Urunk, kérünk tégedet, hogy add meg, hogy a testvéreim életében, az én életemben is, Urunk, a földi életben a különböző anyagi nehézségeket szüntesd meg, adjál áttöréseket, adjál fordulatokat, adjál anyagi előre haladásokat, tegyél bennünket olyanná, mint Izsák, hogy szárazságban, rossz időben, jó időben is, Urunk, a magvetésünk százszorosodjon a Te dicsőségedre. Urunk, add meg, hogy előrébb és előrébb meneteljünk a Jézus Krisztus nevében a Te dicsőségedre. Amen. Amen. Az Úr áldjon meg benne.
az ő beszéde áll mindörökké. Ellenség jutal a kínos vereség, Jézus győztes lép. Vigyázz rá, sosem hagyd el, aminkban átadom hittem, segítségem, még időben, Jézus neve. Vigyázz rá, sosem hagyd el, aminkban átadom hittem, segítségem, még időben, Jézus neve. A te nagy neved, Urunk, köszönjük, hogy erre a névre minden térd meghajol, és teljesen biztos, hogy meghajtja magát minden térd a mennyen, a földön és a föld alatt is. Jézus nevében, amen. Köszönjük az adományaitokat, és mielőtt helyet foglaltok, hadd még egyet elfelejtettem hirdetni, hogy jövő héten, szombaton, 21-én női alkalomra fog sor kerülni, 16 órától itt ezen a helyen. És halleluja! És jövő hét vasárnap pedig úrvacsorai összejövetelt fogunk tartani. És most kérlek, Kornél, gyere, és fogadjátok sok szeretettel, Kornél! Köszönöm szépen, nagyon nagy szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket az Úr Jézusnak a nevében. Köszönöm a Georgisnak, Patnak, hogy meghívtak. Most beszélgettük, hogy voltam már itt 5 éve. És mondom, alig várta, hogy megint hívjon. Foglaltok helyet, legalább ti legyetek kényelembe, majd állok én. Nagyon nagy öröm látni benneteket, tényleg nagy hála van a szívemben, hogy itt lehetek. Jó volt együtt dicsérni az Urat veletek. Köszönjük a dicséret szolgálatnak. Nagyon nagy áldás volt. Itt van az Úrnak kedves jelenléte. Tudjátok, hogy az Urat fölemelik, valóságosan, ott az Úr ott van. Ahol csak úgy énekelgetnek, ott nem biztos, hogy ott van az Úr.
De az Úr érzi, hogy őt ott szellemben, igazságban imádják, benne van a szívük, a lelkük, az egész lényük, ott az Úr megjelenik. És nem azért, hogy csak úgy ott legyen, lebegjen, hanem azért, hogy ott cselekedjen. És ma az Úr hiszem, hogy fog cselekedni. Legalábbis nagyon bízok benne. Mert ha nem, akkor baj van. Nincs baj. Akkor nem tudom, mi lesz. Helyzet. Hát tudjátok, hogy nagyon nagy helyzet van most, múlt szombat óta, tudjátok, hogy mi történt, és tényleg nagyon-nagyon sokan kétségbe estek, és hát látjuk, hogy azért valóban egy nagyon, nagyon gonosz világban élünk, majd ezt meg is fogom mutatni nektek. Szeretnénk néha elfelejteni, de a Biblia világossá teszi, hogy ez egy gonosz világ, képzeltek el. És Sándor is beszélt erről, ugye szerdán utána, hogy tényleg nagyon ijesztőek ezek a helyzetek, hogy ilyen megtörténhet a 24. században. Azt hinne az ember, hogy ez már a középkornak a barbár idejében, ezek már kifuttak ezek a tevékenységek. Nincs erre magyarázat, nincs erre szó. Ezt nem lehet visszaadni egyik szóval se. Legalábbis magyar szóval én nekem nem jut eszembe egy se, hogy ezt mivel lehetne visszaadni. És igazából azért nagyon fontos, hogy mi ezt hogy éljük meg, hogy engedjük be a szívünkbe, a lelkünkbe, hogy imádkozunk ezekkel kapcsolatosan. Annyit előre elmondok, hogy semmiképp nem hatékony a kétségbe esett ima, a félelembe elmondott ima. Hát nagyon fontos, hogy az ember maradjon higgadt, maradjon benne az Úrnak a jelenlétébe, és a Szent Szellem vezetése által imádkozzon, ne kétségbeesésbe és aggodalomból, mert tudjuk, ezek az imák nem hatékonyak, és semmit nem érnek el. De igen, hasznos az igazak buzgó könyörgése, és amit tehetünk mi itt most, mondjuk Cegléden, Magyarországon, nyilván az, hogy imádkozunk, könyörgünk Izraelért, ott lévő emberek, ezért az egész helyzetért, és tényleg az Úr vigasztalja meg a gyászolókat, és hogy most is dicsértük az Urat, az a dal jutott eszembe, hogy lesz még örömszava Jeruzsálem utcáin. Most nincs az. De lesz, mert az Úr helyre fogja ezt állítani. A zsidó nép ma nagyon sok ilyenen átment, nagyon sokan üldözték, talán annyi vér kevés földön folyt a történelemben, mint Izrael földjén. És nagyon nagy dolog azt látni, az elmúlt években többször, amikor kint voltunk, hogy a zsidók ezeket mind föl tudták dolgozni valamilyen szinten, olyan szinten, hogy tudtak örülni, voltunk kint Purimon, tudtak örvendezni, táncolni, vagy a sátorok ünnepén, és a felvonulásnál. Ezeket jó látni, de ez nem volt mindig így. És aki valamennyire is foglalkozott Izraelnek csak a modernkori történetével, azok is tudják, hogy hát azért nagyon kemény helyzeteken mentek át, csak ezt a pár évtized alatt is. Nem beszélve az egész Izraelnek a történetéről. De nem erről akarok ma beszélni nektek, de arról mindenféleképpen, amire Sándor utalt, hogy most, ő azt mondta, nem tudom, hogyha figyeltetek, vagy hallottátok, hogy minden pásztor világméretekben igazából arról beszél, mert nagyon rettenetes, rettentő, úgy mondom, hogy az emberek kétségbe esnek, megrettennek, ilyeneket lehet hallani, ha tévét kinyitott, vagy bármilyen híreket, hogy az ember meg tudjon maradni, úgymond Istennek az országában, az igazságban, a békességben, és a Szent Szellemnek az örömében, mert ez Istennek az országa, minden kétségen kizáron ezt Istennek kijelentette, és ne a gyűlölet, ne a bosszú ragadjon el bennünket, ne is a félelem, ne is a szomorúság, ahhoz az Úrra nagyon szorosra kell venni a kapcsolatot. Ezt mondta Sándor is. Hogy mindenhol ez az üzenet, hogy minden pásztor azt mondja, erről beszél, hogy Jézussal hogyan kell még szorosabb kapcsolatba kerülni, mert csak az Úr jelenlétében lehet ezt igazából kibírni, hogy az ember ne essen kétségbe, és ne örüljön meg. Ez az igazság. Pláne akinek a szerettei érintve vannak, vannak olyan testvéreink, akik például kinnélnek, most is kértek tőlem tanácsot, hogy most mit csináljon, oda ment férhez,
de azért ő ehhez nincs annyira hozzászokva. A zsidók azok azért hozzá vannak, ők nem hajlandók eljönni onnan egyáltalán. És hát azért egy magyar ember, aki itt született, nincs zsidó gyökere, oda ment a házasság céljából, hát ez nincs hozzászokva, szól a sziréna, rohanni kell a pincébe, stb. És egyszerűen tanástalan, hogy most hazaköltözzön, most ott hagyja a család, most mi legyen? Tehát ilyen kérdések merülnek, és ennél még sokkal súlyosabbak természetesen. Úgyhogy van bőven okunk az imádkozásra, de ne a pánikból imádkozzatok, még egyszer mondom, hanem hittel. És ahhoz, hogy hittel tudja imádkozni, az tele kell legyi igével. Mert a hit hallásból jön. Ezt mondja a Szent Pásfordítás. Hallásból származik, de hallásból jön. És ezért ma is nagyon sok igét szeretnék meg is osztani veletek, hogy jöjjön a szívetekbe hit. Mert én hiszem, hogy erre nagy szükségünk van. És amire még nagy szükségünk, hogy Jézussal szorosabb lenne a kapcsolatunk. És azt kell, hogy mondjam nektek, hogy én Isten tisztelte még nem hallottam a No számot énekelni, de ez ma a réma. Ez ma a réma. Ez ma a legaktuálisabb üzenet, amit ebben a dalban megfogalmaztak, Slamóik 30 éve, szerintem nem tudom, hány éve írták ezt a dalt, szerintem több mint 30 éve, a 91 körül szerintem, de nem volt benne 100%-osan biztos. Az időben kicsit én is már úgy vagyok, mint az Úr, hogy idő többet nem lészen, stb. És tényleg ezek nagyon nehezek. Hogy az ember megy előre az időbe, egyre jobban nem emlékszik, hogy pontosan hogy volt, amikor 30 éve volt valami, ki a bánat emlékszik, mert 30, azt mondom, tegnap mi volt, érted, meg egy hete, nem 30 éve. De egy a lényeg, azt tudjátok, volt egy zenekar, az a neve, hogy No. És a No, az tudjátok, mire szólt? A bűnre. Hogy No, bűn. Nem követünk el bűn, nem fogunk bűnben élni. Erről szólt a No. Ha ezt nem mondtam meg senkinek, akkor most ezt megmondtam, hogy nem a jóra mondtunk nemet, hanem a gonoszra, a bűnre mondtunk nemet. Tehát legalábbis Slamóik ezt szerették volna, gondolom, és ilyen dolgokat is írtak. Úgyhogy nagyon örültem, ezt elénekeltétek ezt a dalt. Nem tudom, Lajos hol ül. Ott vagy. Ez honnan jött ez a dal? Most őszintén. Mutogat, hogy fentről jött. Tényleg hiszem, hogy fentről jött, és hiszem, hogy amit itt énekeltetek, nem tudom, hogy mennyire énekeltet hittel és szívből, én gyorsan le is írtam, hogy ne felejtsem el, ezt énekelted, hogy gyújts tüzet, amivel én tovább élhetek, és mutass egy utat, amit követhetek. Na most ma ezt fogjátok megkapni. Az Úr ma mutat neked egy olyan utat, amivel tovább tudsz élni mindent, egészen mennyit ki fogsz tartani, ha betartod, amiket ma én elmondok. De én megmondom nektek a tutit. Meg tudom mondani a Szent Szellem által. Hogy ne boruljál föl, mert Jézus ezt mondta, hallanotok kell majd háborúkról, háborúk híreiről, de még mindez nem a vég, de ne féljetek, ne ijedjetek meg, azt mondja, hanem maradjunk meg hitben, reménységben, szeretetben. És ez nagyon nagy dolog, mert történhetnek olyanok körülöttünk, amitől az emberből kimegy a vér, és egyszerűen elájul, és ledobja az égszíjat, így szokták mondani. Tehát nagyon nehéz idők lesznek, eddig se volt könnyű, de ezután még nehezebb idők fognak lenni, mert ahogy megy a szülési fájdalom felé az egész világ, tudjátok, hogy akik anyukák vannak itt szültek, azok tudják, hogy egyre sűrűbbek a fájások, és egyre erősebbek. Tudjátok, mi ezt 11-szer végigcsináltuk az asszonnyal, szerencsére nem nekem fájt, de én a feleségemet hősként ünneplem és tisztelem, nagyon nagyra tartom őt, legfontosabb ember az életemben, szeretném ezt elmondani nektek, persze Jézus után, mert ő is ember, azt tudjátok, hogy Jézus ember, tudtátok? Valóságos ember. És ez a világszám most, hogy ember van, nem a holdon, a mennybe. Ez nagy szám, ezt értsétek meg, mert hogy ember nem lehetne a mennybe, azt tudtad?
egyáltalán mehet odaföl egy ember sem. De Jézus ezt megcsinálta nekünk, útnyitól ment, hogy mi is be tudjunk valahogy kerülni a mennybe, és örökké tudjunk élni. És ez nem kis dolog. Na és ugye a szülés, nem vagyok nagy szakértő a szülésnek, mert nem akarom magam feltüntetni, de azért a feleségemmel sokat beszélgettünk, és én soha nem is értettem, hogy mi akar megint egy gyereket, megint egyet, stb. Mikor így fáj. Mindig mondta, hogy fájt, meg minden. Hát mondom, drágám, akkor ennyi. Hát nem, én... Mindenki azt mondta, hogy én vertem ki az asszomból, sok gyerekünk legyen, és elmondom neki titkot, ő akarta. Sőt, még akart még egyet most is. De ma az úr, az valahogy nem azt, nem tudom mi, de nem lett. Ő szeretett volna 12-t. De ezt nem hallgatta meg az úr. 11-et megadott. És annyit elmondok, mert 5 éve nem találkoztunk, van már 11 unokám is. Csak a mihez tartás véget mondom. És a legnagyobb már iskolás. 2 is ráadásul. Mert 2 családból, ugye nem ikrek. A lányomnak meg a fiamnak a legnagyobb gyereke, osztálytársak, elsőbe. Óriás, óriás. Múltkor mentem be a suliba, ott van az osztály, minden, meglát az unoka, pápá, ott hagyod minden tanárt, minden rohantod hozzá. Mert ugye nem, nincs még megszokva, hogy iskolában fegyelmezetnek kell lenni, meg mit tudom, én meglát, akkor ő ugrik a nyakamba, tudod, mert ilyen jó kapcsolatunk van, tudod? És az teljes szerelemben vagyunk, minden, puszi, nyuszi, minden, úgyhogy teljesen. Meglátod mindent, ott hagyod tanárni, hova szalad a gyerek? Mondom, nyugi csak hozzá. Hogy elvég nem lehet így elszaladni, tudod, nem így tudom, én nem tudom. Sok szabály van, de mindegy. Egy a lényeg, hogy hát azért nagyon, az elmúlt 5 évben nagyon sok minden történt. Tarjánban, Salgótarjánban is szeretném átadni a Salgót, egy gyereknek az üdvözletét. Többennek tudják, hogy eljöttünk, és üdvözölnek bennetek, mondták, mondjuk meg, mondja meg nektek, szeretettel üdvözölnek benneteket, és szeretettel gondolnak rátok, és imádkoznak, értetek. De nagyon nagy áldás látni azt is, amit az Úr itt végzett az elmúlt 5 év alatt, mert látom, nagyon nagy változások, pozitív változásokat látok, és ez nagyon jó látni az Úr, hogy munkálkodott az elmúlt években, és mennyi sok szívet meg tudott nyerni az Úr az evangélium ügyének, és ennek szívből gratulálok, és szeretném benneteket megdicsérni, hogy jól szolgáltok az Urat, gratulálok. Az Úr még van elégedve veletek, azt üzenni csak mondom. Tényleg nagy áldás, nagy tisztesség itt állni előttetek, és hiszem, hogy az Úrnak van üzenete hozzátok, van szava, van Istennek üzenet az ő népéhez. Mindig volt, és mindig is lesz. És akik ezt vágyják, ezt várják, azoknak az Úr mindig is szól a szívükhöz. Ezért a szívedet elkészítetted, fölszántottad, föllazítottad, elgereblézted, és várod a magot, akkor az Úr nem azt mondja, hát nem kap semmit, nem, akkor jön a mag. És valóban lehet, hogy nem egy perc alatt fog kinőni, de hogy ki fog nőni az életedből. Én nem tudok olyat mondani, hogy ő ma holnaptól minden teljesen meg fog változni, de olyat tudok mondani, amit ha elkezded gyakorolni, és amennyit majd gyakorolsz belőle, mert azt mondja az ige, hogy hallgass meg az igét, és azok a boldog emberek, akik hallgatják az igét, és elmenvén megcselekszik. Majd csomó olyan dolgot szeretném mondani, ami nem elég, hogy itt futás meghallgattad, hanem amikor majd elmész, meg kell cselekedjed. És amennyit megcsinálsz belőle, annyival lesz jobb az életed, semmi többel. Nem, azt sem mondom, hogy most holnaptól mindenki ezt meg fogja tudni csinálni, csak a célokat, hogy milyen irányba vágyakozzál, vagy tervezzél, hogy miket kéne csinálni. Tehát nem törvénykezésből mondom ezeket, és nem károsztatásképp, ha most még nem ezt csinálod, de lássad, hogy Georg is mondta, hogy Isten egy látást ad először. És azt nem tud egyből megcsinálni. Akkor ne legyél frusztrált, de imádkozz, de az Úr mutassa meg, hogy hogy tudod te ezt megcsinálni. Ha megcsinálod, viszont boldog leszel. Ez van megírva. Boldog, aki hallgat, és elmenvén megcselekszi. Ennyi. Úgyhogy ez is lehet, hogy igaz az igét, az cselekedni kell. Amíg csak elméletben tudjuk az igét, és rengeteg igét tudunk fejből idézni, de amíg nem cselekedjük meg, az gyakorlatilag majdnem semmi hatás, pozitív hatás nincs az életünkre. Azok az igék még, amiket csak tudunk, mint egy verset, tudjuk idézni, sőt, sokszor ezerszer is elmondjuk, és akkor mi van? De amit élsz, amit megcselekszel,
beépül a személyiségedbe, az biztos, hogy átformál az életedet, méghozzá pozitív irányba. Szellemileg is, lelkileg is, de fizikailag is. Fizikailag is. Úgyhogy ezt az utat szeretnénk, amit szeretnétek követni egy utat? Tudjátok, hogy Jézus maga az út. Igazából ezt az utat szeretném megmutatni nektek, és ezt a tüzet pedig a Szent Szellem fogja meggyűjteni a szívetekbe, amivel tovább élhetsz, és mindent túlélhetsz. És mindent, hogy milyen trauma, milyen tragédia, milyen nehézségek jönnek az életedbe, átmész, és életben maradsz. Az Úr meg fog őrizni. Ezt is elmondom nektek, hogy az elmúlt év, tavaly évben, Gergőszel beszélgettünk, nem mondtam az egészet, most elmondom, tavaly évben 3 műtétem volt. 3. Csak egyet mondtam el neki. Mert nem kérdezted a többit. 3 műtétem volt, és én is utána, amikor megműtöttek harmadjára, és akkor mondom, uram, mondom, mi van? Engem valahogy műtögetnék, hogy életben maradjak. Hogy? Most nem tudsz engem csak így kézrátétre meggyógyítani, és mindig műtét, nem minden. És akkor az Úr azt mutatta, hogy legyek hálás, hogy megműtöttek, mert igazából 3 olyan betegségű jött, egyiket már 7 éve húztam magammal, a másikat 5, és volt egy, amit már 3 éve húztam magammal. És nem bírtam belőle meggyógyulni, pedig ma imádkozott, higgyetek el, mindenki értem. Az egész gyülekezet, böjtölt értem, napokig, hetekig, és nem gyógyult meg az Úr. Most akkor mi van? Beesik az eső? És az Úr ezt mutatta, hogy menjek el orvoshoz, és az Úr úgy fog meggyógyítani. Na most akkor mi van? És ezt mindenképp azért is mondom ezt el, mert hiszem, hogy azért is kellett ezt. Nagyon sokatokat szeretlek bátorítani, hogy az orvos az Istennek a szolgája. És ahhoz kell egy kisebb hit, hogy Georgis, gyere, tedd rám a kezed, imádkozni, ami hallom, meggyógyul. Legyen így, de ez nem kell nagy hit, hogy a Georgis imádkozzon, érted? Ahhoz igen, hogy elmenj orvoshoz, ott lekaszabolnak, kis izé, varrat, minden, érted? Ott azért nagyobb a cidri, több a majré, nem? De ha az Úr mondja, akkor el kell menni az orvoshoz. És az Úr mondja sokkal, most is szeretném, de érzem, hogy többetnek mondja az Úr, bátran menjél el, kérjél segítséget orvostól. Ne csak a Georgis gyötörjét kínozzad, hogy imádkozzon, érted? Ő, higgyétek el, mindent megtesz, és imádkozik is, mindenki, tudom, nagyon szeret imádkozni, de én is szeretek imádkozni betegeké, mert nagyon sokan meg is gyógyultak már, hogy imádkozni. Nem mindenki. Mert hogyha az Úrnak az az akarata, hogy téged egy orvosan kezd, hogy gyógyítson meg, akkor te nem döntheted el. Nem te döntöd el, hogy Isten hogy gyógyítson meg. Az Úr azt mondja, hogy most menj oda a Görögös, hogy így gyógyítanak, akkor menj oda. Ha azt mondja, hogy most menj el az orvoshoz úgy, akkor menj oda. Vagy mind a kettő. Mindenki menj ide és oda is. Vagy mondja, ne menj sehova. Úgy is meggyógyítanak. Akkor olyan is lehet. De nem mi irányítjuk az Urat, a Szent Szellemet, hanem ő vezet bennünket. Nem tudom, érzitek-e óriási nagy különbség a kettő között. Mi szeretnénk sokszor manipulálni az Urat, a Szent Szellemet. Szent Szellem, menj oda, csináld meg azt. Ugor nagyot, kisebb. De ezek az imákat, nem, hogy Isten nem hallgatja meg, hát tényleg így mosolyog rá, hát jó van, fiam, semmi gond. Nincs kocka fejed, nincs, semmi gond, semmi gond. De mindnyáján átestünk ezeken a gyerekbetegség, nincs, én is ugyanezt csináltam. Tehát mikor megtértem, én is megmondtam az Úrnak, hova menjen, mit csináljon, minden. Aztán persze nem csináltam meg az én kényem kedve miatt, de azért az Úr szépen, az már tetszett, hogy egyáltalán szólok hozzám, vagy beszélgetni akarok vele, stb. És akkor szépen így megmutogatta, hogy mi is a pálya, és hogy kéne járni az Úrral. Én tudjátok, 89-ben tértem meg, nem a régen voltam, 34 éve, stb. És az a helyzet, hogy hát akkor én sem gondoltam volna, hogy ahogy most élek, hogy ez ilyen lehetséges. Most nem az anyagra gondolok, sokkal inkább az Úrra való közösségre, és a szellem életre gondolok. De nem panaszkodok semmilyen területen, mert tényleg az Úr ígérete az életünknek minden területére kihat. Minden területére. Szellemi, lelki, fizikai, anyagi területére is. 6. És ha járunk az Úrral, akkor mindegyik területen kell, hogy legyen növekedés, fejlődés, pozitív változás. Amen? És ezt nem kell szégyenlenni. Hallottam, vagy olvastam én is, hogy kitettél, hogy jövök, stb. Majd vigyetek pénzt is. Valaki írt neki, viszünk. Azt tetszett, nem tudom ki volt, az magány volt.
Valóban az anyagi áldás a megváltásnak a része, nem mondom, hogy a legfontosabb, de Jézus gazdag lévén szegény lett, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. Ez világos, egyértelmű beszéd, tehát ha megtértél szegényen, általában minnyáján szegények voltunk, ha megtértünk, nagyon ritka, meg is mondja az igaz, hogy hát a gazdag nagyon nehezen tér meg, most aki gazdag, meg mindennel tele, megvesz kilóra téged, amikor beszélsznek, az állál. De legtöbben, amikor megtértünk, hát éppen még előtte volt is, jött egy mélyrepülés, az Úr segített, hogy meg tudjunk térni. Nagyon nehezen mennek be a gazdagok Isten országában, nagyon nehezen térnek meg, mert azt mondja, a tevé hamarabb átmegy a tűfokán, könnyebben bemegy. Nagyon, szóval nagyon nehéz. Úgyhogy adjál hálát, hogy voltál szegény, voltál pénz nélkül, mert ez segíthette a megtérésedet. Szerintem ezt 100-ból 99 ember el tudja mondani. Egy lehet, hogy van kivétel, de csak a szabályt erősít. Hát te milliárdosként értél meg, dicsőség az Úrnak. Én nem. És most sem vagyok milliárdos, és nem is akarok kezdeni, képzetek el. Mert rájöttem, hogy a milliárdosok nem boldogabbak, mint én. Akkor minek legyek az? Sőt, sokkal idegesebbek, hogy el ne veszítsék. És nagyon-nagyon félnek. Én meg nem félek, hogy elveszítem, mert nincs mit. És mindenem, amin van, az Úré. Ezért nem aggódok, hogy elveszítem. Erre elveszítem, semmi gond. Hát egyszer az Úr megadta, megadja még egyszer. Megint elveszítem, akkor megint, még egyszer. És annyi adja meg, ahányszor elveszítem. De ne veszítsd el, az is jó, hogyha meg tudod tartani az áldást. Amen? De nincs gond. Nincs baj. Hallod? Helyzet van, baj nincs. Sokszor mondják a testvérek, az a baj. Mondom, állítsd le magad. Rossz a mondat kezdésed. Nincs baj. Hallod? Azt mondja, azt mondhatod, az a helyzet. Meg azt mondja, az a baj. És mondja, azzal már bajt is csinált abból a helyzetből, amiben egyáltalán nincsen semmi baj. Nincsen baj. De hogy mondogatja ezt magának, tényleg magának megcsinál bajt belőle. És addig, hogy belehergeli magát, az tényleg egész nagy probléma lesz, nagy baj lesz belőle. De ez az ő beszéde miatt lesz így, amúgy egyáltalán nincs nagy baj. Ha meg vagy váltva, ha meg van bocsánat a bűnöd, ha megtértél, ha örök életed van, akkor miről besz, milyen baj lehet? Mi? Még ha meghalsz, az se baj. Nekem, ha meghalok, nekem nem baj. Hát most, nem, ha ebben nem hiszünk, akkor hagyjuk az egészet, hogy Jézus a föltámadás és az örök élet. Aki fél a haláltól, az még nem lett teljessé az Istennek a szeretetével. Én ma majdnem tele vagyok. Legalábbis félelmetesen közel vagyok a tökéletesség, ezt tudjátok? De akik megtértek az Úrhoz, azok nem félnek attól, hogy meghalnak. Mert tudjuk, hogy 1000 milliószor jobb lesz, mint itt a Földön. Mert ez a földi élet, ez egy keserves, nehéz élet. Ez itt, majd még erről fogok beszélni. A földi élet az nehéz. Maradjunk annyiba. Nehézségek sorozata. Amen? Ez is a címe, kérdezték, mi legyen a címe, ezt találtam ki. Az a címe a mai összetettnek. Könnyű életet nem lehet választani. De könnyű igát, igen. Aki azt mondja, hogy könnyű életet szeretne, hát, szeressé. De nem fogsz találni. Itt a Földön senkinek nem lesz könnyű élete. Tudtad? De könnyű igát kérhetsz az Úrtól. Sőt, ezt Jézus maga mondja, hogy majd mindjárt felolvasok az igét, hogy az ő könnyű igáját, ha felveszük, teljesen más életünk lesz. Úgyhogy ezt szerettem volna egy bevezetésképpen elmondani, és én nagyon hiszem, hogy ez most a legnagyobb üzenete az Úrnak az egész Földön, amit én ma elmondok nektek. Jó, ezt minden héten el szoktam mondani. De tényleg így van, hát a Szent Szellem, ő mindig aktuális üzenetet ad, nem? Én ezért szeretem az Urat. Ezért szeretem az Urat. És ezért vagyok teljes bizodalomban, hogy az Úr mindig megadja azt, ami kell. Te megyünk.
Az Úr megint táplál bennünket, megint megyünk, és így, hitről hitre, áldásról áldása, még meg nem jelenünk az Úr előtt a Sionon. A mennyei Sionon. Ez a cél. Hát a föld életnek ez a célja, amit a filozófusok nem tudtak megválaszolni, a nagy kérdés. Mi az élet értelme a Földön? Mi a célja? Mi? Nem tudod. Hát már igéből tudod, de a filozófusok nem tudták megválaszolni, mert ők mindig mondtak valami okosságot, és nem tudták megfejteni. De a föld életnek az a célja, hogy az ember megtérjen. Újra szülessen, járjon az Úrral, megtartsa az üdvösséget, és bejusson a mennybe, és örökké éljen. Ezért azok a testvéreink, akik az elmúlt években és a Covid-ba is elaludtak, és bejuttak a mennybe, azok sokkal jobb helyzet vannak, mi most, mi itt. Bármilyen furcsa is ezt így hallani. Nem mondom, hogy cserénék velük, de nem azért nem, mert nincsenek jobb helyzetben, csak azért, mert még az Úr itt akar látni, addig meg itt kell maradjál. Ez fontos. Ne siettessed ezt. Nekem nagyon jó életem van itt a Földön. Én nagyon hálás vagyok az Úrnak, jó sort adott, megértettem, nem mondom, hogy tökéletesen már azt élem, de te életed is nekem egy kedves, tökéletes, jó terve, és mindinkább közelít ehhez a sorsod, annál elégedettebb vagy. Értetek? És ez is a cél, hogy ehhez közelítsünk. Ahhoz az örökké valóságban, a megfogantatásod előtt már egy terv elkészült a sorsodról. És ez le van írva. Mindegy házépítésnek egy terve megvan, most már csak föl kell építeni. Nincs, mikor építettük, emlékeztek, vagy tudjátok, Salgótéren van iskola, gimnázium, általános iskola, 4400 négyzetméter. 4200, bocsánat, 4200. Mikor odahozták a tervet, még megcsinálták maketba is, egy a százba. Megcsinálták, oda tették elén, ez fel fog épülni, hogy? Sem pénzünk nem volt semmi. Ez elég érdekes volt. Aztán fölépült. Már több mint 20 év ott áll. Ma kifizettük a tartozást is. De akkor, amikor elénk oda tették ezt a makettet, néztem, a rajzokat nem is mondom, meg sem tudtam nézni. Ennyi paksaméta. Ennyi papír. Ennyi volt a terv. Csak a terv. Akkor volt 20 pár év ezelőtt 14 millió forint a papír. A terv. Hát ez így házat lehet kapni, ember. Nem papírt. Hát 23 évvel ezelőtt 14 millió, nagyon szép házat lehetett kapni. 14 év még nem olyan szép környéken, még most is szép házat lehet kapni. A Pesten már nem kapsz 14 millió szép házat, nyilván ott már inkább 140 millió kap szép házat most, de 23 évvel 14 millió nagyon szép házat lehetett kapni. És tudjátok, mit adtak? Ennyi papírt. Hát ez hülyeség, mondom. És ki kellett fizetni, nem volt mi. Ezt mondta a tervező, ennyibe kerül, kész. De én úgy sajnáltam érte a pénzt. Ennyi papíré, mert tudtam, hogy milyen házat lehetne kapni, érte, tudod? De muszáj volt kifizetni, kifizettük. És azt sem tudtuk, hogy annyi volt az összes pénzünk, hogy kifizettük a tervet, és úgy kezdtünk neki az építkezni, egy forint nélkül. És nem került sokba, van 700 millióba. 23 évvel ezelőtt. Mostan 2 milliárdot ér. Képzeljétek el. Vagy kicsit többet is most már lehet. Hát gondolod, de 4200 négyzetméter. Nem tudom milyen, hogy számoltok, de még közintézményeknél is ez elég szép összeg. Kinyögtük. Jó, majdnem sérvet kaptunk. Majdnem vért hánytunk. De megvan. Ne, hát tényleg az Úr kegyelméből, tényleg. Közünk nem volt hozzá, közünk nem volt az egészhez. Ugyanígy nekem is az Úr adott házat is. Elmondom azt is nektek, fölépítettem saját házamat, az is 26 éve, nem tudom mikor. Forint nélkül. Egy forintom nem volt. Persze erre mondjak, hát mert elloptad a tizedet. De elmondom nektek, amikor a házamat építettem, akkor én még vállalkozó voltam, és egyáltalán nem kaptam a gyülekezet egy forintot sem. Úgy kezdődött. Tudjátok? Csak mondom, mielőtt bárki, ezt nagyon sokan szeretik mondani, hogy hogy lopunk be, stb. Oké, rendben. De mindenki önmagára nézve legyen Isten félő. Én az Úrt meg merek állni, és meg tudok állni, hogy mennyit loptam, hogy loptam. És ezt elmerem mondani az Úrnak.
De akkor nem is voltam a gyülekezetben, pontosan szolgáltam, de akkor még teljesen vállalkozó voltam. És ha lett volna pénzem, akkor nem 2 év, 3 hónapig épült volna a házam, hanem a pénz úgy egybe lett volna, akkor 1 év alatt azt fel lehetett volna építeni. De nem volt egybe a pénz. Nem volt egybe, sehogy nem volt. De annyit elmondott, hogy imádkoztunk, és akkor vezették be nekem az Úr, valóban elküldte az angyalokat, elmentek a parlamentbe, és megmondták, fiúk, találjátok ki, Kornélek fel kell építeni a házát. Akkor találták ki a szocpolt. Nekem találták ki. Megengedtem, hogy más is igényelje persze. Nem nyúltam le az egészet. Csak 2 millió 2 kaptam belőle 3 gyerekre. 3 gyerekkel kezdtük el, mire befejeztük, 5 lett. Ez egy jó ötlet. De arra már nem kaptunk csak 200 ezret, kicsit ideges is voltam. Micsoda személyiség ez, hogy egyik gyerek az első 600 ezret kapott, a második 1 milliót, a harmadik megint 600, a negyedik, ötödik volt csak 200. Ha mondom, nem éri meg, komolyan mondom. De nem ezért vállaltunk gyereket, minden, ezt annyiszor megkaptuk, hogy mi csak a, nem ezért, hanem az Úr kegyelméből. Mert még utána is vállaltunk, arra még egy fillért csak kaptunk. Csak az is bizonyítja, hogy nem azért gyártottuk a gyerekeket. Plusz az önkormányzattól is kaptunk 300 ezret, 2 millió 900 ezer forintunk volt. És az, tök, az nagyon nagy segítség volt. De hát ugye ebből nem épült föl, mondanom sem kell. Körülbelül tető alá ment, és már se nyilázzáró, se válaszfal, se beton, már ajzat, semmi nem volt. Éppen a szerkezet volt meg belőle. És akkor persze, mély depresszió. Na akkor én most dök, milyen hülye vagy. Na én voltam a pásztor, az igaz, de mondom még vállalkozó mellett. És mondom, most fog kiderülni, amit az ige is mond, hogy te vagy a leghülyébb, hogy nem számoltad ki. Ugye az ige mondja, hogy ha a tornyot épít valaki, akkor leül, kiszámolja, hogy utána ne szégyenüljön meg. Na mondom, meg fog szégyenülni. Én tudtam, hogy hülye vagyok, de hogy más is meg fog tűnni. Ennek nem túl örültem. És nagyon izgalmas időket éltünk át mi is, az egzisztencia teremtésnek a lépését. Ez mindenkinek, aki nem csilliárdos örökséget kapott, vagy nem ilyen gazdagságban született, hát ezeket a nulláról fölépít, ezek nagyon nagy kalandok is, tehát közben még nagyon-nagyon izgalmas, mert félelmetes is néha. És az Úr szépen összerakta. De hát ugye többször abba hagytuk az építkezést így november fele, de nem azért, mert hideg volt, mert elfogyott a pénz. De tudtuk ezt mondani, hogy nagyon hideg van, nem köt a beton. Ez volt kifele a marketing. De a valóság az volt, hogy mindegy, hogy meleg lett vagy hideg, akkor sem tudtunk volna, mert egy fillérünk nem volt. Kétszer is elfogyott a pénzünk teljesen. Teljesen. Mire aztán nagy nehezen fölépült, mindegy, nem akarom hozzá mondani, mert ezt nem is akartam számolni, nem tudom, miért mondtam, lehet, hogy valakinek ez segítség lesz. De egy a lényeg, hogy tényleg ezek ugye olyan nagy dolgok egy ember életében, saját otthona lesz, stb. Onnan, hogy albérletre se volt pénze, hát honnan lesz. És tényleg az Úr ezekben mindben segített és hűséges volt. És igaz ez az ige, hogy ő gazdag volt, de szegény lett, hogy mi ne maradjunk szegénynek. És az nem a bővölködésnek a része, hogy az ember albérletbe él. Az még nem hangkaztak ember. Az még nem bővölködés. A bővölködésben benne van, tényleg lesz házad, lesz autód, lesz szép ruhád, és tudsz jókat enni, jókat inni, és ez egy bővölködés. Jézus ezt megszerezte számodra. Ez jár neked alanyi jogon. Ezért semmit nem kell tegyél. Képzeld, hogy legyen házad. Tudtad? Nem kell hisztizni ezért. Kérd az Úrt, azt megadja, ennyi. Aztán lehet, hogy 5 év múlva csak van 10 év múlva, de nem mondom, minden 1 perc alatt megvan, de megadja az Úr. Akarja, szépen éljél. De inkább elmondom az üzenetet, mert igaz, nem erről akartam beszélni, csak éreztem, hogy valakinek ezt kell, nem tudom, ki akar építkezni. Oké. Először még visszatérek, a 2 Timótos 3.1-ben van megírva, hogy az utolsó időkben gyötrelmes idők jönnek, mondja Pál Timótosnak. Ezt tudd meg, azt mondja, mert az emberek önzők lesznek, pénzsóvárgók,
csalók, káromlók lesznek, engedetlenek a szüleik iránt, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, összeférhetetlenek, rágalmazók, önuralomra képtelenek. Ugye ez a szentpálos fordítás, azért innen így olvasom. Féktelenek, így mondja, féktelenek. Ott hogy mondja? Kegyetlenek, igen, az is jó. Jónak nem kedvelő, így van. Igen, akik nem szeretik a jót, így mondja az új fordítás. Negyedik verszak, árulók, igen. Kíméletlenek, ugye a vakmerek, kíméletlenek. Fölfúvalkodottakká válnak. Az élvezeteket jobban szeretik, mint Istent. Megőrzik ugyan az Isten félelem látszatát, vigyázz, figyelj, de az erejét megtagadják. Ezektől maradj távol. Kiktől? Akik a látszatát tartják fenn a kereszténységnek. Ilyenekkel ne legyél szoros barátságban, mert téged is le fognak húzni. És hogy ezt az igét olvastam, igazából az elmúlt szombati terrorcselekmények is jutnak az eszembe, hogy ezek a terroristák összeférhetetlenek, önuralomra képtelenek, ezek rabszolgák lettek ezek az emberek, Sátánnak a rabszolgái. Higgyétek el, ha lehet, hogy megkérdeznéd őket, nem tudják, hogy mit csináltak. Lehet, hogy be voltak drogozva, az is benne van, nem tudom, hogy tudatmódosítót használtak-e, de ilyet ember nem tud megcsinálni. Csak olyan sátáni befolyásra, ami egyszerűen az önuralmát elveszít, és képtelen önmaga fölött uralkodni, és féktelen. Nincs fék. Érted? Lehet, hogy összeveszek veled, és úgy megbántod, hogy meg is gyűlöl, meg is haragszok rád, mert ez is benne van, de nem foglak megölni. Hát nem. Mert van bennem fék. Érted? Még az igaz mondja, hogy a bosszú ne vigyen arra, hogy megöld a másikat, még a gyerekedet is, hogy meg kell. Annyira ne vernek, hogy meghajon, azt mondja. Hát miért? Mert ott van a fék benned. Gyerek, csinált rosszat, lehet, hogy kettősz rácsapsz a fenekére, de még nem ölöd. Miért? Mert van fék. Ezekben nem volt fék. És ezért mondja, hogy gonosz világban élünk. Értetek? És talán múlt szombat óta nem kell ezt most már jobban elmagyarázni, hogy értsed, hogy egy nagyon aljas, gonosz világban élünk. Gyötrelmes idők. Így adja az első vers vissza. Utolsó napokban gyötrelmes idők. És ez meggyötri, látjátok, az egész világon gyötri az embereket, hogy nézik a híreket, gyötrelemes élményük van, lelkükben fájdalom van, pedig csak lehet, hogy több ezer kilométer nézik, de mégis, hogy látják ezeket a fotókat, videókat, meggyötri őket, maga a látvány is. És van, akik rosszul lesznek, még Sándor is azt mondta, hogy rosszul lett, mikor látta a híreket. És valóban így van. És ezek nem szeretik a jót. Vannak ilyen emberek. Nem szeretik a jót. Pedig olyan jó, olyan szépen lehetne élni, barátom, itt a Földön. És nem szeretik a jót. Mert féktelenek, kegyetlenek, összeférhetetlenek, kíméletlenek. És ilyen világban élünk, barátai. Ez van. És ezek is beszélnek Istenről, hogy ők nagyon nagy istenfélők, stb. És meg Isten, jó, az más, hogy Allahot emlegetik, meg stb. És ezektől maradj távol. Az ilyen emberektől, akik Istenről beszélnek, de közben istentelenül élnek. Mert Isten ilyet soha senkinek nem mondott, hogy féktelen legyen, hogy önuralomra képtelen legyen. A Szentlélek sem fog soha megerőszakolni. A Szentlélek együttműködésre tanít bennünket. De ha nem vagy hajlandó együttműködni, Szentlélek meghagyja a szabad akaratodat, még a bűnre is. Ennyire szabad. Ilyen nagy szabadságot adott az Úr. Amen? Úgyhogy ilyen világban élünk, mondom ezt sajnos mindenki húsba vágóan megtapasztalatta az elmúlt napokban, és utána mondja a Galata levélben, hogy kegyelem nektek 1:3-ban, békesség Istentő atyánk az Úr Jézus Krisztustól, aki odotta magát a bűneinkért, hogy kiszabadítson minket egy jelenlegi gonosz világból Istennek és atyánk akaratával megegyezően. Tehát egy gonosz világban vagyunk. Jézus azért jött el, hogy ebből kiszabadítson bennünket. Aki azt mondja, hogy hát ez nem olyan gonosz világ, az hazudik. Ez egy gonosz, mondanám, elátkozott világ. Higgyétek el. És azért kellett eljönni a messiásnak,
hogy mindegyikünket megváltson, és ebből kiszabadítson, hogy ne a pusztulat, ne a kárhozat legyen az osztályrészünk, hanem bevigyen bennünket az ő szerelmes országába, igazság, békesség, öröm a Szent Szellem által, és ha itt befejeztük a földi pályafutást, örökké éljünk a mennybe. Ez jött a Jézus. Jézus nélkül ez soha nem történhetne meg. Soha. Senkivel. Ő ment be, hogy mondtam, útnyitóul. És ezt megmutatta, hogy ember be tud jutni a mennybe. És ez ad nekünk hitet, reménységet, akkor ő bejutott, akkor minket is oda tud juttatni. Ezt mondja az ige. Hihetetlen. Az emberi agy számára. De ez van az igében megírva. El kell dönteni, hogy igében hiszel, vagy a félelmeidben. Úgyhogy, tehát ezt csak bevezetésképpen mondtam el, de a jó hírem az, ezért mondja Jézus azt, amit ezt a címet is adtam, Máté 11:28, a mai igénk, jöjjetek én hozzám, ezt Jézus mondja, minnyájan, cegléden is, ma Tarjánban elmondtam csak azért, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket, vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, vagy az életeteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Amen. Szeretném felolvasni a Szent Pálos Akadémia fordítását is. Azt mondja Jézus itt, gyertek ide hozzám mindannyian, akik fáradtak vagytok, és megvagytok terhelve, én majd megpihentetlek benneteket. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találtok majd a lelketeknek. Mert az én igám kellemes, és az én terhem könnyű. Amen. És amikor azt mondja, hogy terhelve vagytok, azok jöjjönek Jézusra, hogy megvagytok terhelve, ez a legnagyobb kérdés, hogy mi terheli most meg az embereket? Mi most ezen a világon, ami az embereknek a legnagyobb terhet jelenti? Sokan azt mondják, hát Orbán Viktor okozza nekünk a legnagyobb terhet. Vannak az, hogy a Putyin, nekem a Putyin. Most már szombattól a Hamas okozza a legnagyobb terhet. Vannak az, hogy hát a pornófüggőség az okozza a legnagyobb. Ha nem lennének ilyen sok, akkor én sokkal jobb lenne. És mindenkinek van valami válasza, hogy mi okozza neki a legnagyobb problémát a személyes életében, és ez lehet más és más. De szeretik elmondani egy nagy titkot nektek. Nem ezek okozzák a legnagyobb kifáradást, és a legnagyobb félelmet, és hogy mondta itt, terhet, nem ez a legnagyobb teher, mert ezek lesznek, ezt Jézus megmondta, lesznek háborúk, kell hallanatok háborúk híreiről, de meg ne rémüljetek. Ne rémülj meg. Ne engedd be a szívedbe a rémületet, a félelmet. Ilyeneket hallanod kell, ha akarod, ha nem. Nyilván kevesebbet hallgatod, ha kevesebbet nézed a híreket. Ennyit tudsz magadon segíteni. De különben látod, ha időjön valaki prédikálni, az is úgy is mondja neked. Úgy most is hallottad. Ha híreket nem hallgatsz, akkor is most hallottad tőlem. De csak ennyit, és nem akarok belemenni a borzalmakat. Most itt nem megrettenteni akarlak benneteket, hanem pont vigasztalni és segíteni, hogy ezeken is át tudjál menni, ha ilyeneket kell hallani. Sőt, ha még részese is vagy ennek valamilyen szinten, akkor is az Úr adjon neked ebből tehermentesítést. És ez nagyon lefáraszt az embernek a lelkét, és az Úr ebből akar bennünket kihozni, és ami most okozza a legnagyobb terhet, ami legnagyobb kihívás most az embereknek, tudjátok mi? A figyelemelterelés. Hogy ne nézzél Jézusra. Hogy ne ragaszkodj az Isten igéhez. Hanem ilyen borzalmakkal foglalkozzál, ezt forgasd a lelkedbe, mi a háború,
hogy akasztottak, hogy a szörnyűségeken gondolkoz. Ez mind az ördögnek, az ellenségnek a taktikája, hogy lelki szinten, gondolati szinten elszakítson bennünket, hogy ne az igén gondolkozzunk, ne Jézuson gondolkozzunk. És hogy most milyen emberekbe jelenik ez meg, ez teljesen mindegy. Én ma arról szeretnék neked beszélni, hogy a figyelmedet Jézusra helyezzed. A Golgotai kereszt áldozatára helyezzed, és senki ne tudja elterelni a figyelmedet Jézusról. Még ilyen háborús, rettenetes, félelmetes hírekkel se. Ezek azok. De ne ezekre nézzél, hanem ezeket kell imádkozni te természetesen, de Jézusot tud tartani a szemedet. A szíved szemeit Jézuson tud tartani. A te megváltódon, a te szabadítódon, a te uradon, a te Isteneden. És ne engedd, hogy ezek a hírek összemorzsolják a lelkedet. Kétségbe ejtsen, és ne tudjál például este aludni. Mert például valaki nagyon megijed, nagyon nagy rossz helyzetben lát, még ha nem is érintett benne, csak látja, hát vannak, több ember mondja, hogy nem bírt aludni este, csak ezektől a hírektől nem bírt aludni. Mert úgy megnyomja az embernek a lelkét. Jézussal tudsz este aludni. Nagy dolog, ne napközben aludja, meg nem most, de este kell, hogy tudja pihenni, tudja aludni. Amen? És erre akar bennünket Jézus megtanítani, hogy ne engedjük a figyelmünket Jézusról, az igéről, ő a testet ige elterelni. Ezt mindig tarts szem előtt. Ragaszkodj hozzá. És ez nem elég, hogy most mondtam ezt neked, és akkor mondod, jó, akkor ragaszkodj hozzá, hanem ezt minden nap kell csinálni. Gyakorolni. Mondanám, edzeni. Tegnap győzött a magyar válogatott, mindenki nagyon boldog, most egy hétig körülbelül Magyarországon. Még ki nem kapunk egyszer, utána megint szidják őket, mindegy. De ugye az, hogy most győztünk, akkor ez most az embereknek a lelkét ilyen eufóriában, és láttam, olyan boldogok voltak, mert mit tudom, de az, hogy ilyen jól tudjanak focizni, meg ez nekik minden nap edzeni kell. Tudod? Én azért nem tudok a válogatottba sehogy bekerülni, mert egy héten konkrétan egy foci edzésen se veszek részt. Így aztán rossz is, soha nem hív be a válogatottba. Vannak helyek, ahova csak meghívás alapján lehet bekerülni, hiába nyomakozz, ezzel szuperinfóban nincs, hogy válogatottban van felvétel, lehet jelentkezni. Mert akkor már rég jelentkeztem volna. Csak vannak olyan állások is, ahova csak meghívás alapján lehet bekerülni. Nem tudom, észrevetitek-e, de az, hogy te legyél mondjuk az amerikai nagykövetségen, az Magyarország képviseled Amerikában, hát arra hiába jelentkez a szuperinfóba, vagy a ceglédi újságba, hogy én oda szeretnék jutni, hát mondják, hogy jó van, fiam, még gyúrja egy kicsit, stb. De óriási nagy dolog, ez a diplomácia, meg bizonyos munkahelyekre nem akarom ragozni, tehát nem lehet bekerülni. Focistán is lehet bekerülni. De ha edzel sokat, szorgalmas vagy, nagyokat rúgsz a labdába, megtanulsz egy-két cselet, stb., akkor lehet, hogy felfigyelnek rád, és tudsz gólt is rúgni sokat, akkor lehet, hogy válogatott játékos leszel. De ha nem edzel te minden nap, én most meg tudom neked mondani, soha nem leszel válogatott játékos. Soha. Mondjad, megtöröm. Törheted. Valamit hiába törsz meg, mert ha nem teszed meg azt, amit ezek az emberek megtesznek, hogy naponta kétszer-háromszor edzenek, mert mit tudom én, miket csinálnak, hogy ilyen kondiban legyenek, de ez minden más sportra is igaz. Hát én tudjátok, miért nem lettem még úszó? Nem azért, mert nem tudok úszni, ez egy dolog, mert meg tudtam volna tanulni, ugye? De amikor meghallottam, ezek reggel 5-kor mennek le, a jó meleg ágyból, 26 fokos vízbe. Ott már elment minden kedvem az úszástól, megmondom őszintén nektek. Utána naponta nem tudom hány, ezek 7-8 órát vannak a vízbe. Ilyen, mint a hosszú katinka, meg ezek. Ezek sellők. Többet vannak a vízbe, mint a szárazföldön, majdnem. Nem is tudunk, hogy ugye annyit vagy a vízbe, hogy a bőröd nem ehhez van kitalálva, hogy te 8 órát a vízbe legyél. Hát csak szoksz egy órát ott vagy bent, hogy kiazik az ujjad, nem minden. Nem? És akkor gondolod, ezek 8 órát benne vannak. Nem is tudod, milyen krémekkel kell kenni magukat, meg milyen éket kell csinálni, hogy ne száradjanak ki. Ez el nem tudod képzelni.
Hát amikor az ujjad ilyen rancos lesz, tudod, mert minden, már egy óra benn volt a vízbe. Nem? Kiázott a bőröd, stb. Ezek meg egész nap, 8 óra, 7, 6, 8 órákat. Ha olimpiai bajnok akarsz lenni? Na, én ezért nem akarok olimpiai bajnok 20-ra. De viszont Jézus Krisztussal szeretnék nagyon jó életet élni, ezért ezt gyakorlom. Én az Úrral való közösséget gyakorlom, én az imád gyakorlom, az igét, az igének a kimondását, ezeket gyakorlom. Böjtöt, én virasztani is szoktam, képzeljétek el. Meg amik ehhez tartoznak, de már még elmondom, a legfontosabbat még el sem mondtam, de ezt nem is merem előre elmondani. Annyira izgalmas. Úgyhogy a figyelem elterelés nagyon-nagyon erősen benne van ebben a világban. Képzeljétek el, a mostani szoftverfejlesztőknek az van kiadva, szándékosan, hogy olyan játékokat gyártsanak, hogy szórakoztassák az embereket, ami függőségeket hoz létre. Ez a feladatuk. Értitek? És ez az ellenségnek a célja, hogy függő ember legyél. Valamitől függjél. Ne legyél szabad ember, ami mindig leköti a figyelmedet, mindig eltereli a figyelmedet Jézus Krisztus személyéről. Ez a te nagy ellenséged. Nem tudom, hogy neked mi terel a figyelmed, mivel töltöd az életednek a nagy részét, de az azon a területen kell, hogy az Úrral legyen kijelentésed, és legyen az Úrtól bölcsességed. És ezért mondja, és ez a hitnek a legnagyobb ellenség, a figyelem elterelés. Mert a hit hallásból jön, ha figyelsz az igére, ha hallgatod az igét figyelemmel, akkor jön a hit. Ha másra figyelsz, abból nem a hit jön. Semmiből nem jön a hit, képzeljétek el. A legszebb dolgokból se jön a hit, csak az igéből. Ez mindegy, hogy mit csinálsz, milyen játékot. Tehát lehet, hogy szórakoztat, hogy ugrik a kutya, leesik, új életet kap, stb. Ezek tök jók. De ebből nem lesz hitet. Érted? De most például sokkal komolyabb játékok vannak, csak az én koromban még ilyen kutyák ugráltak, és az volt a jó, hogyha átugrott, és a leesett, felszúrta, akkor mindig boldogultam, ha kaptam új életet. És akkor nagyon jó volt. Én itt abbahagytam a számítógépes játékokat. A kutya ugrálás volt az utolsó, amit még játszottam, de azon sem tudtam, mindig beleestem. De szerencsére volt egy-két új élet, ennyi. De egy a lényeg, a hit hallásból jön. Istenek a hallgatásából. És ezért mondja az Abcsel 4, sokan pedig azok, akik hallgatták az igét, hívének. Látjátok? Akik hallgatják az igét, azok hitre jutnak. Akik nem az igét hallgatják, kudlikülüt hallgatják, más hallgatnak, nem jutnak hitre. Lehet, hogy kapnak valamit, de az általában nem fogja nekik segíteni az életüknek a jobb átételét. Lehet, hogy pillanatnak ad egy élményt, egy érzést, de az élete nem lesz jobb. Ezt az igazságot kell lássátok. És az 5 Mózes 33-ban mondja, hogy Isten mondta, ez pedig az áldás, azt mondja, amely megáldta Mózes az Isten embere Izrael fiait az ő halála előtt, 5 Mózes 33, bizony szereti ő a népeket, mind kezednél vannak az ő szentjei, oda szegődnek a te lábaidhoz, és hallgatják a te beszédeit. Erre hív bennünket az Úr. Üljünk le a lábaihoz, ezért jó tetted, hogy ma is eljöttél. De ez még kevés. Ha már itt vagy, akkor figyelj az igére. Éhezd az igét, szomjazd az igét. Vágyjál az igére, hogy szóljon hozzád az Úr. És ha csak egy szót szól, már meggyógyulsz. Már megszabadulsz. Mert én most fogok beszélni egy jó pár percig. Nem kell mindenre emlékezzél, nem kell visszamondod, nem vizsga lesz belőle, de amit az Úr neked üzen ma, azt halld meg, azt csináld meg, mert attól neked az életed jobb lesz. És mindegyik őtökhöz fog szólni az Úr. Mindegyik őtökhöz.
De lehet, hogy mindenki ez mást. Lehet, hogy mindenki ez teljesen mást. Ezt ő tudja. Mi ezt nem tudjuk. Mi emberek vagyunk. Mi nekünk csak, amit az Úr mond, mondjuk el, elmondjuk. Kész. Nem látok bele szívedbe, nem látok bele lelkedbe. Még a sorsod se tudom. Azt sem tudom, van-e házad, vagy nincs. Nem tudom. Szóval aludtam egy testvéreket nagyjából ismerem. Tudom, kinek van háza, kinek nincs. Ott jobban tudom. Neki mondom, na, neked legyen házad. De nem, azt nem ismerem nektek mondani, mert lehet, hogy van, azt mondom, legyen házad, azt mondom, Karni, hülye vagy, nekem van háza. De amit az Úr mond, azt még el fogom mondani neked is, mert az Úr tudja, hogy neked mire van szükséged. De az ígére biztos szükséged van. Ezért gyorsan felolvasok még egy Zsoltárt, az egyes Zsoltár, ahol azt mondja, hogy boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, csúfodők székében nem ül, hanem az Úr törvényében, vagy az Úr igéjében van az ő gyönyörűsége, és az ő törvényéről, vagy igéről gondolkodik éjjel és nappal. Vagyis mindig. Nem tereli el a figyelmét semmi az ígéről, se éjjel, se nappal. Tudod, milyen nagy dolog, mikor este és az igével álmodsz. Volt már ilyen? Voltam úgy, Isten tisztelt, ülök, Sándor prédikál, én meg azt tudom, olyan jó volt. Álmomban is Isten tiszteten voltam. Annyira szeretek járni Isten tiszteletre, hallgatni az igét. 34 év óta nem untam meg. Nem utáltam meg, mert meg lehet utálni az ígéret, azt tudtad? Pláne akkor, hogyha hallottad a sok ígéretet, és 20 év után se semmi nem történt meg az életedbe belőle. És én ma láttam ilyeneket, megkeseredtek az ígére, az Úrra, és mondta, ez az ige nem igaz. De az ige igaz. Az ige igaz. Lehet, hogy a életedben még nem működik, de minden ige igaz. Minden ige igazság. És mindegyik ige működik. Mindegyik működik. Kérdés az, hogy az én életemben hogy fog ez működni? Minden ígéretre. Ez a kérdés csak, hogy az én életemben hogy fog működni? Mert lehet, hogy neked teljesen más kell csinálni, hogy az az ígéret bejön, mint nekem. És ez a különbség az ember között. Nincs két egyforma ember. Nincs két egyforma hátterű ember. Nincs két egyforma sorsú ember. Ott nincs két egyforma arcú ember se. Én ezzel mindig csodálkoztam, most már 8 milliárdot mondanak, hogy annyi ember van, de nincs két egyforma. Jó, akik a kinek mind egyformák, mert minden, stb. Meg a feketék is minden fekete, meg minden, de azért nem. Csak nekünk sárga, sárga, fekete, ennyivel körül le tudjuk. De nem, az odamész hozzá, azok mind meg tudja különböztetni az összesen, hogy hogy ezt nem tudom, de ezek meg tudják különböztetni. Most nálunk él egy japán házaspár Zsalgó-Tarjánban, tiszta Jackie Chan. Esküszöm, azt hittem, benn volt egy kávézóba, beültem, te mondom, itt van Jackie Chan? Esküszöm, azt hittem ő. Aztán mondják, hogy ilyen bűv van egy pár millió még. Ilyen Jackie Chan fejű emberből, de én nekem csak ő jutott eszembe, mondom, ez Jackie Chan, egyértelmű, nincs miről beszélni. De tényleg olyan külön. Majd lefényképezem, megmutatom nektek. Oda költött egy házas pár, és képzeljétek el, egy új jelenséget hoztak be Salgótarjába. Ilyen eddig nem volt. Jó, nem régi város, csak 100 éves város Salgótarjá. Most volt tavaly 100 éve, hogy Salgótarján város lett. Addig 5 falu volt, mindegy. És képzeljétek el, jön be a kávézóba, ilyen nagyon gagyi, régen volt ilyen kis kocka babakocsival. Mondom, ilyen szegények ezek a japánok, mondom, érted? Ilyen 50-es, 60-as években emlékszek ilyen. Emlékeztek, volt egy ilyen kocka babakocsik, tudod? És ilyen kicsi is volt, mondom. És azért néztem a hölgyet, azért már nem volt olyan fiatal. Mondom, ne, szeretem a babákot megnézni, nézem, kutya van benne. Drága jó Istenem, mondom. Eljött az ébredés Salgótarjánba. A kutyák nem bírnak járni. Az összes Salgótarjai kutyának 4 lába van, és mind tud járni magától. Ez nem. A városközponttól olyan 3 kilométerre laknak, ők besétálnak, és tolják a kutyát. Hát milyen kutya ma, azt mondom, hogy nem bír futni.
Nem bír menni. Babakocsiba kell betenni. És ilyen csalgót még senki nem látott. Ha nézze be egy babakocsiba, ugatok. Majdnem szívinfarktus kaptam. Hát mi van itt? Hol élünk? És mondják, hogy jobban 50 évvel előttünk van. Ja, akkor 100-al mögöttünk. Hát mi nagyapám se tolta a kutyát babakocsiba. Ez a fejlődés. Hát most, amit hallottam, de biztos ti is hallottátok, mert ti is azért néztek Facebookot, de volt, hogy azt ígérték nekünk, hogy 2023-ban repülőautókkal fogunk közlekedni. Ugye 2000-ben ezt ígérték. Ehhez képest a 2020-as legnagyobb fejlesztés, hogy a Coca-Cola tetét nem lehet lövölni. Nagyot fejlődtünk, nem? Olyan idegesítő, nem biztos inni belőle, így kell oldalról inni. Mindegy. Ezt csak így érdekeseképpen mondtam. És te az Úr igény gondolkozzá éjjel és nappal, és az hozza el számodra, hogy az életed gyümölcsöző lesz, és gyönyörűséges lesz, és olyan áldás lesz, minden munkádban jó szerencsés leszel. Például ez az ige, ezt is mondja, persze idézőjel még zárja mindennel, hogy ne változtass a munkahelyet. Csak ha az Úr mondja. Miért? Mert mindegy, hogy mit csinálsz. Minden munkádban áldott leszel. Ne a főnöködet szígyad, ne a cégedet szígyad, hogy miért így. Az, hogy áldott legyél a munkádban, az csak a te és az Úrral való kapcsolatnak az eredménye. És én is dolgoztam ilyen munka, megtértem, ahol dolgoztam, már 4 éve ott dolgoztam, még 1 évig ott dolgoztam, és persze én is imádkoztam, uram, hát azért valami fizetésemmel is jó lenne, meg ez, meg az. De már mondta a főnököm, hogy már annyit keresek, mint ő. Mit akarok? De én tőle nem kértem fizetésemmel is soha. Főnököttől soha ne kéri fizetés. Ezt csak a legbutább emberek csinálják, őköt rúgják ki legelőször, amikor leépítés van. Ezt így garantálom neked. És soha egy embertől se kértem fizetésemmel is. Az Úrtól igen? Mert ő az én főnököm. Ő az igazi főnök. És nem is mondtam neki is, én egyáltalán nem szóltam semmit, és elkezdi nekem tapadni, hogy Korné, miért akarsz egy több fizetést, azt mondja. Hát én főnök, nem mondtam semmit. Ő meg ezt a nyomást érezte, hogy adjon nekem fizetésemelés. 1 év alatt 4-szer emelt a fizetésem. Már annyit kerestem, mint ő. Értsem meg, azt mondja, többet nem adhat, azt mondja, mégiscsak ő a főnök. Mondom, uram, látod, ezen a munkahelyen ez a plafon. Légy szíves, valamit csináljál. Szép az Úr megfogott, és elvitt egy másik munkahelyre, ahol duplát lehetett keresni. Kész. Ilyen az Úr. Nem köteles, nem vagy köteles ott dolgozni egész életedben, ha egy munkahelyen azt mondják, hogy ennyi a bérplafon, ilyen tábla van, és hát akkor táblazza magad, engem hagyja nyugodtan, engem ott az Úr áldása kell, hogy kísérjen. Amen? Nem vagy köteles bértáblába magadat lekorlátozni. Persze, nyilván még van olyan verzió is, hogy ugyanott maradsz, és csinálod ezt a bértáblásat, de más mellett még áldjon meg az Úr, valamit még az Úr mutasson, amit ő pénzed is lesz. Mert vannak ilyen hivatások, az emberek nagyon szeretik csinálni, de nem fizetik meg, mert ilyen táblák vannak hozzá. És ott sehogy nem akarnak többet adni. De akkor még az Úr, ha te azt nem, és érzed, hogy az Úr hívott, hogy a hivatásszerűen, akkor maradj ott, semmi gond ezzel nincsen, de akkor valahonnan az Úr valamit találjon ki, hogy te hogy legyél áldott. Mert ha van otthon 4-5 gyerek, hát akkor 150 ezerből nem lehet messzire szaladni. Mert ezek esznek. És nem érdekli őket, hogy te neked milyen bértáblába vagy, meg ki a főnököd. Egyáltalán nem érdekli. Ő csak annyit mond, kakaó, kakaó. És nem érdekli a te vizétse, hogy kritizálod az államot, meg a kormán, meg a bértáblákat. Nem érdekli a gyereket, apa legyen kakaó, nem érdekel. Reggelinél kakaó csigál, kakaónek lenni. És igaza van a gyereknek. Amen? Tehát neki nem tud elmagyarázni tenni egy lelki válságaidat, meg hogy kiszúrtad a főnököd, meg stb. Ez a te ügyed, ez te old meg. A gyerekedet ezzel ne traktáljad, neki adjad a kakaót. De ne lopjad, az fontos. Úgyhogy
Sokszor emberek találkoznak, kérdezik egymástól, jó vagy? Ugye jó, azt mondja, csak sok a dolgom. Az emberek lekötik magukat. Olyan dolgokkal mennek bele, ami mindig az az érzés van, én is sok régebben megfogalmaztam ezt sokszor, hogy miért nem 30 órából áll egy nap? Mutatok meg, aki ezt megfogalmazta, hogy sokkal jobb lenne, ha több idő lenne, mert akkor talán tudnánk valamit elérni. De igazából nem ez a megoldás. Mert sokan mit kezdenénk a több, hogyha 30 óra lenne, elmondjam nektek? Még több hülyeséget csinálunk. Még több fárasztó, idegesítő dolgot csinálnánk, még több figyelemelterelést csinálnánk, és még ennyire se figyelnénk az Úrra, mint 24 óra alatt. A legtöbb ember ezt csinálja. Leköti magát, lefoglalja magát, és egyáltalán nem foglalkozik ezzel. Hogy hogyan tudna tovább lépni, fejlődni, növekedni, mert egyszerűen be van rántva a mókus kerékbe, és a úszóknál szokták ezt mondani, hogy beüti a fejét a vízbe, és csak úszik, és ki sem néz, hogy hol tart. Ilyen a mókus kerék. Csinálja, dolgozik, gürizik, csinál az életét, és elment, mondják, figyelj, nyugdíjas vagy. Akkor kapcsolatban van, nem is adom még semmit. Szóval nyugdíjas vagyok. És úgy elmegy 20-30-40 év, az ember azt vesz észre, hogy te várjál már, hát még semmit nem csináltam. Ezért Isten meg akar tanítani bennünket. És ne zsufolt el az életedet még fárasztóbb dolgokkal, amik még jobban elterik a figyelmedet, még jobban kiégetnek, még jobban lefárasztanak, mert ezek lefáraszták az embert. A túl zsufolt élet. Ezek fáraszták le. És érzelmileg is, szellemileg is, igazából az ember beárnyékolja ezek. És nem tudsz az Úrra úgy figyelni, nem lesz olyan közösséged az Úrral, ha ezek leterhelnek és lefárasztanak. És ezért Jézus meg akar tanítani, azt mondja, tanul meg tőlem. Tehát igazából mi viszonyunk Jézussal, az tanítványi viszony is. Ő tanítani akar téged. Meg akar téged tanítani, pihenni. Tudtad? Nem tudsz pihenni, képzeld el. Én ezt így meg tudom neked mondani. Miért? Mert Jézus mondja, hogy én tudlak csak megtanítani téged pihenni. A legtöbb ember hogy él? Gályázik. Húzza az igát, megy, mint a lőtszarvas, szokták mondani, és utána kifárad. De nem piheni ki magát, hanem megy tovább. És ebből mi lesz? Kiégés, összeomlás. Vagy jönnek a pótszerek. Drog, pia, hogy bírja ezt a rohanó életet. Mert mondok még egyet. Azt tudtátok, hogy ezek a minden edzés így van, de most maradjunk a testépítőknél, mert ott lehet a leglátványosabb, nem mondom, hogy nagy izmokat fejlesztenek. Most mindegy, hogy szúrja, és most azt hagyjuk, de alapjáraton a sok edzés azért erősít az izmot. Mondják, de nem az edzéstől leszel erősebb, nem az edzéstől lesz nagyobb izmod. Ezt tudtad? Tudod mitől? A pihenéstől. Elmondom miért. Szerintem ezt meg lehet érteni, ha edzel, ha életedben nem edzettél soha, akkor is meg fogod érteni, ha edzel, akkor is figyelj. Mert minden edzés, nekem volt olyan órám, ez most nem olyan, de volt olyan órám, hogy megmondta, hogy az edzés után mennyit kell pihenjek, hogy újra edzhessek. Mert ha nem pihentem azt ki, akkor ráedzés volt, és akkor nem, hogy erősödtem volna, hanem pont gyengített rajtam. Értetek? És ezért nem az edzés, persze az előfeltét, hogy edzél, mert azt mindig csak pihensz, attól nem leszel erős, ne vagy félrészre. Tehát az ennek a kombináció, de kell az edzés, de utána a pihenés sokkal fontosabb, hogy ne ráedzél, hanem legyen meg az a pihenés, ami az izomnak kell, hogy erősödjön, épüljön, és ezt pihentél, és kipihented magad, regenerálódott az izmod, akkor megint tudtál edzeni. És nem kifáradtál, nem kiégtél, hanem erősödtél. Én képzeljétek el, tudjátok, én 6-szoros maratonista vagyok, 4-szer lefuttam a maratont Jeruzsálembe, 2-szer Tarjánba, Losonc Tarjánba, Szlovákiába át kell futni, szlovák-magyar barátság egyébe, stb. Mindegy. És mit akartam ezzel mondani? Hogy mennyit edzettem? És képzeljétek el, olyan kondim volt, hogy minden nap le tudtam futni 10 kilométert. És lehet, hogy most te is lefutsz 10 kilométert, de hogy holnap egyet se, az nagyjából biztos, ha nem vagy kondiba. Értedek? Mert másnap fel sem bírsz kelni 10 kilométert. Én olyan kondiba voltam, hogy 10 kilométert lefuttam, 23, az egy órás futás volt körülbelül,
23 órát kellett pihenjek, és utána megint le tudtam, megint 100%-os energiaszinten voltam, megint le tudtam futni 10 kilométert, megint 23-at pihentem, megint le tudtam futni, és minden nap le tudtam futni 10 kilométert. És le is futtam éveken keresztül minden nap 10 kilométert. Persze volt egy napon pihenő, ugye ott is már megtartottam, de visszatérünk. Bármilyen sportos vagy, egy napot kell pihenni. Ebbe is igaz ez. Az jó, hogyha legalább egy napot nem csinálsz semmit. Akármilyen egy sportember vagy. Persze tudom, hogy van, ahol kihajtják a belüket is. Én ezért nem támogatom az élsportot ilyen módon. Amikor az emberek nem tudnak pihenni, nincs egy pihenő nap se évekig, az én szerintem nem egészséges. Ott ezt lehet csinálni, de nem büntetlenül. Ez egyszer vissza fog köszönni. Nem tudom mikor, de egyszer vissza fog köszönni. Lehet, hogy csak 50 évesen vagy 60 évesen, de ez vissza fog köszönni. Ezt így kimerem jelenteni. És ez elképesztő volt, mert úgy kezdtem a futást, hogy 500 métert tudtam futni, amikor elkezdtem. Pont Georgisnek elmeséltem, hogy ez ráadásul azután történt, 14-5 évvel ezelőtt, hogy épp ki voltam írva gerincsérvműtétre, mert nem bírtam lépni se konkrétan, most nem mondom el hosszan, de ezután az úr meggyógyított, képzeljétek el, tényleg ott nem volt semmiféle izé, műtét semmi, ott az úr úgy gyógyított meg, hogy így. Kész. És ezután mondták, hogy akkor mozogjék, de hát akkor majd nem bírtam mozogni, holnap, az izmok ugye ilyenkor leállnak, holnapig nem mozogsz, ha csak 6-7 gipsz van a lábadon, az izmod már lesorvad. Már az is, akinek volt ilyen, tudja, hogy az izom az nagyon gyorsan épül le. Iszonyatos gyorsan. És hogy idősödsz, 70-80 éves korban, mondják, hogy borzasztó gyorsan sorvadnak az izmok, ezért ott muszáj tornázni, valamit mozgatni, mert egyszerűen a tüdejüket, egyszer mondtam egy ilyen, akkor a 70 pár éves volt a fickó, síelni, elmentünk együtt, én teljesen kész voltam, combom, alig bírtam lépni, és mondja nekem, hogy menjünk el este futni. Most ugye is mondom, te mondom, és én mondom, azt mondom, más izmokat mozgat meg, mondom. Azt mondja, nem. Hát akkor lépni sem bírok, én nem bírok futni, akkor minek futsz? Tüdőre azt mondja, mert síelésben ugye nincs meg ez, hogy a tüdőt erősíted, mert csak siklani kell, de combok azok dolgoznak, és hogy őnek a tüdeje ne essen össze, nem erősítse, ő neki muszáj elmenni kocogni még este, az egész napi síelés után. Hát mondom, akkor tágítsad a tüdődöt, én ezt most kihagyom, mondom. Mert én lépni sem bírtam, egész nap síeltek, de olyan kondi volt 75 évesen, utána még ott lefutott 1-2 kilométert. Egész napi síelés után. Most nem mondom, hogy ki volt ez, mert sokan ismeritek. Bár ő nem szégyelli ezt, de most mégis nem mondom el. De ez elképesztő. Elképesztő, hogy emberek milyen kondira tudnak szertenni, és elmondom neked, te is le tudod futni a maratont. Először a súlyodat kell beállítani, mert nyilván nagy súlyfelesleges, tehát nagyon nehéz, de eléred a versenysúlyodat, onnantól kezdve még egy év. És én lefuttattam veled a maratont. Ha az én edzés tervet megtartod. Ilyet tudok, képzeljétek el. De ez nem célom, úgyhogy nem akar senkit futtatni. Maratonistát csinálni belőle. De csak ezt tudom, mondom, hogy ez csak edzés kérdése, csak azt akartam kihozni belőle. Ha maratont akarsz futni, akkor egy ökölszabályt elmondok neked. Fél éven keresztül hetente le kell futnod a teljes maratont. Értetek? Tehát, hogy mondjuk, ha 6-szor futsz, majd egy nap legyen pihenő, akkor 6-szor, hogy van 6-szor, 7 az 42, tehát legalább 7 kilométert kell futni minden nap. Legalább olyan kondira fel kell gyere, hogy minden nap egy fél éven keresztül 7 kilométert le tudja futni. Ha nem, akkor biztos, hogy nem fogod lefutni. Biztos, hogy nem fogod lefutni. De ezt az edzés bevállalod, azt mondod, már pedig én maraton is leszek, mert a kutya kovászba térdepel, akkor is lefutom a maratont, mert ez nekem bakánslista, meg vannak ilyen gondolatok, hogy mindenki van takacsán. Én egyáltalán nem akartam maraton futni, eszem ágában nem volt, szeretném elmondani, semmilyen ilyen bakánslistám, semmilyen vágyam nem volt, eszembe nem jutott, hogy miért nekem kéne fussak. Elmondja, miért futtam le? Hát nem érdekel, akkor nem mondom el. Majd egyszer elmondom azoknak, akit érdekel. De majd jegyünk vissza Jézus, mert ez is csak ilyen figyelemeltés akart lenni, hogy kell maratont futni. Különben csak mondom, ne fussaltok le maraton, semmi értelme nincs, csak mondom. Tényleg semmi értelme nincs. Hatos, állatom nektek mondani, semmi értelme nincs. Ennél sokkal jobb cilakat is tűzhetsz ki magad elé. Ez az én nagy bölcsességem. Oké. Tehát mit kell csinálni? Lelassítani az életünket, leegyszerűsíteni, és a köré rendezni, ami igazán számít.
És mi számít igazán, mi a megoldás, hogy jöjjünk Jézushoz, és kövessük őt. Ő megtanít olyan dolgokra, amiket se az iskolában nem tanítottak meg, se a szüleid nem tanítottak meg, barátaitól sok hülyeséget tanultál, de ezt se tanított, ők se tanították meg. Meg sok mindent tanulunk, sok mindenkit, olvasunk, internetet, mindent, könyveket, és mégse tanították, amit Jézus tud. Ezt csak Jézus tudja. És tudjátok, ő maga a szeretet. Ezt tudjuk. Jézus maga a szeretet. És szeretném ezt látnád, hogy a szeretet és a rohanás összeegyeztethetetlen. Nem lehet rohanva szeretni, és nem lehet, hogy a szeretetbe jársz Jézussal, és rohansz. Nem megy. Gyere Jézushoz, és ő megtanít tégedet pihenni. És megtanít a szelídségre, és az alázatra. Engem ma 34 éve tanít az alázatra, és még mindig nem tudom. Már mondta nekik, uram, nem lehet, hogy mást is tanítsa. Mindig csak az alázat. Mindig az alázat. Nem tanultam meg 34 év alatt az alázat. Tiszta gáz. Nem gáz? Miért ilyen nehéz ezt megtanulni, szerintetek? Mert nem lehet senkitől megtanulni, csak Jézustól. És egy kicsit alázatosabb vagy, mint 5 éve, az is ma adja a hálát. És egy kicsit már szelidebb vagy, mint 10 éve, adja a hálát. Én is elég vaddisznó voltam. Tehát hamarabb üttem, mint kérdeztem, meg beszélgettem, meg ilyen, elég agresszív kismalac voltam. És az már nekem nagyon-nagyon nagy érdekesség volt, hogy valaki nekem tapadt, összevesztünk, és nem üttem még meg. És eszembe jutott, hogy ilyenkor már rég megüttem, mondom valakit. És mondom, ez most marha szerencsés ez a Pali, mondom, hogy így fölidegesít, így veszekedünk, és még nem csattant el egy ütés se. Esküszöm, tényleg ilyen voltam. És sőt, ha így látok, hogy mások nagyon veszekednek, és azt se értem, hogy ma még nem üttek. Hát én már ennél sokkal hamarabb, sokkal kisebb veszekedést, én már gyorsan megelőlegeztem egy megelőző csapást. Nem vártam meg, hogy elmérgesedjen a helyzet, hanem gyorsan ugye zsidók is ezt csinálják, látjátok. Hát most kicsit bealudtak, de alapjáraton az a megelőző csapásnak a hívei. Én is annak a híve vagyok, csak gondolom. Tehát a sietés, a kapdosás és a szeretet az olyan, mint az olaj is a víz, hogy nem lehet összeegyeztetni. Vagy kapdosva élsz, sietve, rohanva, vagy szeretetbe élsz. Kettőt nem lehet összecsinálni. Van, akik próbálkoznak, de megmutatom nektek, nem lehet. Lehetetlen. És nem véletlenül, hogy az 1 Korintus 13 a szeretet himnuszában az első, hogy a szeretet türelmes. Olvasd el. A szeretet türelmes. Mindjárt kiírják nektek. Miért a türelem a legfontosabb? Mert a türelem ott nyugi van. A szelídség van, ott alázat van. A türelem az egyik legfontosabb szellemi gyümölcs az embernek az életében. Persze a szeretet, az meg az öröm, ugye a Galata levélben is, de a türelem ott van. Isten meg akart tenni téged, hogy például türelmes ember legyen. Nekem ez volt a legnehezebb. Iszonyú türelmetlen. Ilyen kis, olyan voltam, de az agresszív kismalac. Ezt ismeritek, hogy beesik a gödörbe, nem bírsz, hogy kijönni. Jön a nyuszika, kismalac, beesti agresszív kismalac a gödörbe, gyere segítok, várjál, azt mondja, hozok neked létrát. Mondjam agresszív kismalac, nem várok! Hát ilyenek vagyunk sokszor. Nem várunk, apám, de nem tudom menni sehova, de azért nem várunk. Nem ilyenek vagyunk? Ilyen kis idegzsályák. Tehát a türelmetlenséget használja az ördög fel arra, hogy ne tudjál figyelni az Úrra. És amit egyből nem tudsz megkapni, vagy egyből nem tudod megoldani, azon idegeskedjél, stresszeljél, aggódjál. Az ördög ezeket erre használja. És ne tudja az Úrra figyelni. Amikor stresszelsz, amikor aggódsz, amikor ideges vagy, nem tudsz az Úrra figyelni. Ez ördög ezeket azért támaszza, hogy a figyelmet elterelje Jézus. Ezt kell megtanulni. Hogy mindegy, hogy mit hallasz, mi történik, minden Jézushoz fordul. Uram, te erről mit mondasz? Most te mit mondasz, én mit csinálok ebben a helyzetben? Ne izomból reagáld le, ne érzelmi alapon,
Ne aggód állapon, ne a fantáziád alapján, hanem Jézus, te mit csinálnál ebben a helyzetben? Most, Uram, te mit csinál? Mutasd meg neki. Én azt szeretném csinálni. Semmi más nem akarok csinálni. Amen? És ez nem olyan könnyű, mert amikor érted ember, ez sok, akkor ugye nyilván össze van zavarodva. De ezt, ha edzel erre, ha erre edzel, hogy ilyen helyzetben is azon az Úrhoz tudják kiáltani, ne a kétségbes is vegyen uralmat fölött, tehát az érzelmeid fölött, ne szaladjanak a gondolat, hogy ma a legszörnyűbb véget látod, hát meg tudja maradni az Úrban, tudja őt megszólítani, ha erre edzel, akkor nagyon-nagyon jó közösség lesz az Úrral. Senki nem fog elszakítani az Úrtól. Ez a cél, barátaim. És ezért mondtam, hogy ez a legnagyobb gond most a figyelem elterés, hogy Jézusra ne figyelj, inkább esél kétségbe, aggódjál, idegeskedjél, ne aludjál, merüljél ki, még jobban fáradsz le magad, ne pihent ki magad, megint jön egy újabb ügy rá, és az ember így szépen 10-20 évvel szépen kiég, leépül, és egy ideg zsája lesz az egész élete. És meg van keseredve, nagyjából semmilyen nincs, amit tervezett, hogy majd lesz neki, se anyagilag, se szellemileg, se családilag, se munkailag, semmi nem jön össze. Értetek? Jézus meg mindent elkészített számunkra. És sokszor megalapítjuk ezt, hogy rohanó világban élünk. És többször meg találkozunk, mindig mondja, jó, jó, de rohannom kell, stb. Rohanó világ, igen, igen, igen. És ezt megalapítjuk, és rohan tovább. Nem ezt csináljuk. De most én azt mondom neked, Jézus erre kellett megtanulni, hogy nyugodjál le. Nyugodj meg, attól megnyugszol. Ez egy testvérnek a mondása, de nagyon tetszik. Mert a rohanás az a szellemi életnek a halála. Az ima életnek a halála. Én ezt is el tudom mondani neked. Ha nem imádkozol rendszeresen, akkor megmondom, mi az oka. Nem a Hamasz, nem Orbán Viktor, hanem a rohanásod. Hogy a lelkedben állandóan van egy zaklatott, rohanó érzés, hogy neked már nem itt kellene, ott, és tök ideges vagy, hogy még itt vagy mindig. És nem fogsz imádkozni. A rohanó élet, a kapdosás, a sietés megöli az imát az emberek, a hívők életében. Ezért hagyják abba az imádkozást az emberek. És a szellem életet is, az igével való közösséget is, és előbb-utóbb a gyűlítő is el fognak szakadni. Ez az igazság. De sokszor az imán lehet legelőször lemérni. Ha eltelt úgy egy hét, hogy meg se szólítottad az Urat, akkor biztos, hogy rohan életed van. Értetek? De csak annyi volt, hogy drága Istenem, lecsukódik már a szemem. Amen. Vagy még a keresztnek azt nagyon tudják, hogy megáldják az ételt, az nagyon megy nekik. Ennyi csak az ima életed, az még nagyon karcsú. Csak mondom. Azért mi ne legyél büszke magadra, nagyon nagy imaharcos vagy, hogy meg tudod áltani a babfőzeléket. És ez a hajsza elpusztít mindent, ami kedves számunkra. Sokszor a családot tönkreteszi körülöttünk, házasságot tönkre tudja tenni, egészségünket, de először a szellemi életünket természetesen, de a munkánkat, a kreativitásunkat, hogy ötleteid legyenek például, hogy ki tudják találni új dolgokat, ne másra panaszkodja, hogy más miért nem segít meg. Hát talált te ki, az Úr meg tudja neked mutatni, amit a Georg is mondott. Az Úr tudja megmutatni a te jövődet, a te sorsodat, a te életedet. És sok mindent lehetne még sorolni, de egy a lényeg, hogy ez a világban egy ragadozás, egy ragadozóként jár, és teszi tönkre az emberek életét. És ne engedd ezt, hogy elpusztítsa az életedet, lerombolja az életedet, hanem állj ennek ellen, és parancsolj neki, hogy álljon le. És ebből az Úr segítne. Ezért mondta, hogy énekeltük, hogy adj egy utat, amit követhetek. Ez nem a rohanó élet. Ha Jézus akart, hogy első az életedbe, akkor rohanásból meg kell térni. A kapdosásból, a sietségből meg kell térni. És nem tudsz megtérni, nem tudsz megszabadulni ebből csak Jézus tud megszabadítani. Ha ezt megérted, hallod ezt, és kéred Jézus, hogy ebbe segítsen, akkor ő fog segíteni. Nekem is csak ő tud segíteni. Én is egy idegbeteg ember voltam. Rohanás. Az egész életem egy nagy rohanás volt. Még megtérésem után is elég sokáig rohangáltam. De az Úr is szépen meghiggasztott. Nem olyan könnyű,
de ezért nem lehetetlen, ez a jó hírem van, barátaim. Úgyhogy ugye legnehezebb az embernek megváltoznia. És ezt is jobb, hogy elismerte, Uram, én nem tudom ezt megváltoztatni, de tudom, hogy te megtudsz. És ilyen őszintén már van szükség, Uram, én ilyen akarok lenni, nyugodt ember, szelíd ember akarok lenni, türelmes ember akarok lenni, alázatos ember akarok lenni. Tedd ezt meg, Uram, én megengedem neked. Tegy erre alkalmassá. Én nem vagyok erre alkalmas magamtól. Ezt beismered? Az Úr nagyon, ezt sokszor az embereknek, tudjátok, hol hibázzák el? Elhitetik maguk, hogy ők ezt maguktól meg tudják csinálni. És elkezdnek pszichikailag erőködni, és jönnek a kudarcok, nem fog sikerülni. Bizonyos dolgokat nem tudsz megváltoztatni az életedben. Jézus tudja megváltoztatni. Akit a fiú megszabadít, az valóságosan szabad. Te nem tud magad valóságosan megszabadítani. Ne áltasd magad, hogy különböző pszichikai gyakorlatokkal ma jobb ember leszel. Mert nem. Ha Jézus megszabadít, szabad leszel. Ezektől a függőségektől, ezektől a dolgoktól, amik elterelik a figyelmedet az Úrról. Ez mindegyikünknek lehet más és más. Legalábbis sok ilyen dolog van, és igazából Jézussal járni, az egy nyugodt járás. Nyugodt járás. Még jobb, hogyha így a járásod is odafigyelsz, hogy ne ilyen, ne így menjél, érted? Nyugodtan menjél. Akkor kiszállsz a kocsiból, akkor ne rohanj, akkor nyugodtan, lehet menni nyugodtan. Tudod? De van, akinek már látszik, hogy megy, az is ideges. Van, gyorsan kell menni, de minek, hova? Nyugodj meg. Jézus ezt meg tudja tanítani. És ez nagyon sok területen kijön, és meg lehet tapasztalni, de az Isten való járásunk az egy nyugodt járás. Az nem egy ideges járás. Ha az Úrral vagy, akkor nem vagy ideges. Akkor meg tud nyugodni a lelked. Tudod, hogy jó helyen van. Biztonságban vagy. Az Úrnál vagy a legjobb helyen. Nem fizikai helyeken vagy, most itt lőnek, akkor menjünk arrébb. Persze jogod van az életedet védeni mindenkinek, de az még mindig nem fog elhozni az igazi békét. Csak maga Jézus. Az ő jelenlétét választod, és semmi nincs, amit sietve jobban el lehet végezni, mint lassan. Nincs semmi olyan tevékenység. De kérdezz meg egy ékszerészt, hogy tud-e gyorsan csinálni gyűrűt. Láttál már ékszerészt? Hogy dolgozik? Iszonyú lassan. De láttál már kőművest? Iszonyú lassan dolgozik. Főleg, hogy te vagy a megrendelő. Én mikor építkeztem, nagyon ideges voltam. Mert így tolt a furikot, érted? Ezt mondom, most úgy tudok mondani, ez akkor tudta, hogy hogy kell tolni, érted? Szépen, kobótosan. Érted? És most utólag megértettem, hogy őnek ennyi kondia volt, mert őnek másnap is ezt kellett csinálni. Én oda mentem, idegből kitéptem a kezéből, és megmutattam, hogy hogy is lehet ezt a talicskát tolni, meg a téglát rakni. Igen, csak másnap nem tudtam, ki kellene az ágyból. És akkor megértettem, hogy egész nap a követ pakolni, az nem ugyanaz, mint egy nap egyszer belelkesedsz. És akkor megértettem, hogy ezt holnap is ezt csinálja, holnap után is. Ja, akkor azért kell ilyen, ez a tempó. Ennyi gondja van. Persze láttam olyan könyvest, aki sokkal gyorsabban csinált, és más nem is tudta ilyen gyorsan, csak azért, hogy már nagyobb kondiba volt. Többet edzett. Amen? De az ilyen nehéz fizikai munkáknak, ott nem nagyon kapdosnak. Ott azért a legerősebb is úgy szépen behozták az erejüket is. Mert tudja, hogy másnap is ezt kell neki csinálni. Szokták is mondani, holnap is ezt a lovat kell befogni. Nem fogja más megcsinálhetted. És akkor utána megtanított ott az Úr nekem, hogy én mondom, nekiestem, őt elkezdtem pakolni minden másnap, nem bírtam ki kell az ágyba. Azért még láttam, hogy jönnek dolgozni. Ott szégyeltem magamot, érted? Az Úr rám pirított. És akkor megmutatta az Úr, hogy bizonyos munkánkat, meg vagy milyen hőfokon lehet elvégezni. Akkor most többet nem bántottam őket. Érted? De addig olyan ideges voltam. Úgy éreztem, hogy ezek lassított felvételben vannak. Nyugdíjas üzemmódban. Azt gondoltam, csak a nyugdíjasok mozognak ilyen lassan, érted? Nagyon ideges voltam rájuk. És akkor kiderült, hogy ők tudtak valamit, amit akkor én még nem. Amen? És nagyon sok dolgot nem fogsz hamarabb elvégezni, gyorsan, kapdosva, mintha nyugodtan, szépen csinálod. Nagyon sok munka, mondják, jó munka az időket. Ebben nagy bölcsesség van. A szép, igényes munkához idő. Míves legyen,
Mindenki legyen faragvas. Az nagyon szép. Vagy egy szép öltönt is, ha csináltatsz a Szabóval, nem így vagdossa az anyagot. Érted? Hát szépen oda megy, lemér először, ma ideges vagy, Hanszom mér ma meg, érted? Hagyjál ma, hát most nem lehet, múltkor is mérted, most nem hisztem semmit, megint, nézd a bicepszemet, próbálok feszíteni rá, hogy nagyobb megtűnjön, de csak nem nagyobb. Úgyhogy az Úr erre akar megtanítani téged. Lassuljál le. Pihenjél. Tudjál pihenni? És az ördög, ha nem tud rávenni, hogy vétkezzél, és van olyan, legalábbis ilyen halálos bűnököt, hogy házasságtörés, gyilkosság, lopás, verekedés, vagy ezek az általános bűnök. Már nem tud, egy jó keresztény pár év után megtér, nem tud erre már rávenni az ördög. Engem tud rávenni, hogy most drogozzak. Engem ez nem kísértés, ha most itt szívna valaki egy füves, hogy jaj, meg ki van. Semmi kísértés. De tudjátok, a feleségemnek most itt a házasság évfordulónk, és tudjátok, azt tudom neki mondani, 34. házassági évfordulónk, nem 30, hát mi van most? 33. volt most ez 34. Azt tudtam neki mondani az Úr kegyelméből, és nem magamat akarom ezzel fényezni, mert azért az Úr csak a dicsőség, de azt tudtam neki mondani, drágám, 33 éve hűséggel szeretlek. Ez az Olá Gergőnök annyira megtetszett, hogy írt rá egy számot. Ezért kell prédikációra figyelme, lehet, hogy szép dalok kell, születnek belőle. De tudod, azt mondja, hogy drágám, 30 éve szeretlek. Igaz, hogy ma megcsaltak 16-szor, de mégse 32-szer, azért legyél hálás. Hát most ettől egy nő nem lesz túl boldog, hogy csak 16-szor csaltad meg. Érted? De az a jó hírem, a 10 parancsolat is, az, ugye mondjuk, hogy ne parancsolj. Igazából az eredet az, hogy nem törsz házast. De nem is így van. Tudjátok, ez mindegyik egy áldás ígéret. Ha Jézussal jársz, akkor ez egy áldás ígéret, azt mondja, nem fogsz házasságot törni. Nem fogsz ölni. Nem fogsz lopni. Nem leszel irigy. Nem fogod kívánni a fele barátodnak a házát, marháját, szomorát, mit tudom, sorra fel, mi minden. Ez a kegyelem, hogy nem élsz bűnbe. Nem fogsz bűnben élni. Ez a mi áldott reménységünk, hogy ezt Jézus meg tudja csinálni. Mert Jézus nélkül mindjárt elvesztünk volna a saját bűneink miatt. Lehet, hogy te nem ölti embert, de lehet, hogy törti házasságot. Lehet, hogy te házasságot nem törti, csak megölti valakit, ugyanaz. Tehát csak ma akarom mondani, hogy az igény, hogy ha egyet megsértünk a törvényből, az egésznek vétkesek vagyunk, stb. Tehát mindegyikünk vétkezett, és mindegyikünk szükölködik Isten nélkül. Isten dicsősége nélkül. Nem tudunk az Úr nélkül szent életet élni, jó életet élni, szelid életet élni. Nem. Mindjárt agresszívek vagyunk. Akarjuk a saját érdekeinket érvényesíteni. Mással szemben. Nem erről szól az élet. Nekem legyen igazam. És hova jutunk sokszor? Vagy a börtönbe. A nagy igazságszolgálat, önbíráskodásba, stb. Mi jártunk be a börtönbe, mai napig is járunk be szolgálni. Hát ott rengeteg ilyen van. Önbíráskodás, stb. Azt hitt, hogy azért, mert neki igaza van, akkor a másikat agyon is ütheti, vagy értetek, valami bűncselekményt megcsinált, ami jár pár év. Úgyhogy, ha az ördög nem tud rávenni, hogy vétkezzél, akkor tudod, mit csinál? Lefoglal. Lefoglal. És nézd meg, hogy mivel vagy lefoglalva. Eltereli a figyelmünket Jézusról. A bűn és az elfoglaltság pontosan ugyanazt a hatást fejti ki. Még egyszer mondom. A bűn és az elfoglaltság pontosan ugyanazt a hatást fejti ki, megszakítja a kapcsolatot Istennel. Ugye Ézsás mondja ezt, hogy a ti bűneitek választanak el benneteket a ti Istenetektől. Nem csak a bűnöd választ el, hanem amit csinálsz az is. Minden elválaszt Istentől, minden olyan tevékenység, amiben Jézus nincs benne. Bármit teszel, azt mondja a Biblia, ha eszel, ha iszol, a legegyszerűbb dolgot dolgozol, mindent Isten dicsőségre tegyél. És ez jó, hogyha megáldod az ételt, és az Urat ott is segítségé hívod, nem az, hogy segítsen megenni, mert neked is kevés, hanem csak azért, hogy tudatosítod ezt, hogy ezt is az Úrnak a dicsőségére teszed. Érted? És bármit teszel, tudatosítod, hogy itt ülsz,
tudatosíts, hogy nem azért ülsz itt, hogy csak üljél, meg melegedjél, hanem az Úrnak ezzel akarsz kedvezni, kedveskedni akarsz. Akarod neki mutatni, hogy téged marhára érdekel az ige. De lehet, hogy nem érdekel, de legalább mutatod. De előbb-utóbb fog érdekelni. Isten ezt ki fog munkálni, hogy nem fogsz paráználkodni, nem fogsz lopni, nem fogsz ige ellenes életet élni, nem fogod megvetni az igét, hanem fogod szeretni az igét. Ha most még nem szereted, mert nem olvasod mondjuk, ha csak annyit szereted, hogy hallgatod itt egy héten egyszer, akkor te még nem szereted az igét. Aki szeret az igét, az minden nap hallgatja, vagy olvassa az igét. Ezt ugye Derek Prince óta tudjuk, hogy nem szeretett jobban Istent, mint amennyire az ő igéjét szeretett. Hazudhatunk magunknak, hogy nagyon szeretjük az Istent, de ha napok eltelnek úgy, meg hetek, meg hónapok, hogy nem is olvassuk, nem is hallgatjuk az igét, akkor az eredmény nem szereted az Istent. Mert ez nem egy érzelem, hogy igen, de van jó érzés bennem Isten felé, azért pozitív, hogy gondolok, nem gyűlölöm Istent. Nem ez az Istennek a szeretete, hanem ez egy cselekedet. És ugye, hogy az igéhez viszonyulunk, ez Derek ezt azért elég jó floppánsan megfogalmazta, ez nem ige, de van benne bölcsesség, maradjunk annyiban. És ezt nem károsatva mondom, csak ne hazudd azt magadnak, hogy te nagyon szereted az Istent, de azért egész nap a tévét nézed, de a Bibliát nem tud levenni a polcról. És ezt nem károsatásképpen mondom, csak hogy magadat ébreszt föl a Csipke Rózsik álmából. És ne hitesd el magadat, hogy te nagyon szereted az Istent. Mert valamennyire tudom, hogy szereted, mert különben nem lennél itt. De ez még nem az a szeretet, amit az Isten vár tőlünk, hanem az, hogy minden nap. Tehát, hogy a házastársadal is mondod, hogy szereted, de azért csak egy héten egyszer találkozol vele. Azért nehéz elállítani, figyelj, marhára szeretlek tégedet. Akit szeretsz, az a minden nap szeretne együtt lenni. Minden nap szeretnéd látni őt, minden nap szeretnéd megölelni őt, nem? Én nem akarok senkit megbántani, megsérteni, de akik külföldön dolgoznak, és hónapokra eltűnnek, stb. Hát lehet, hogy sok pénzt keres, meg küldi haza is, meg tényleg tisztességes, de én ezt nem is tudom, hogy. Szóval én ezt nem tudnám megcsinálni. Ilyen áldozatot én nem hoznak senki kedvé, meg semmi. Én ennél jobban szeretem a feleségemet, a gyerekemet, ott akarok lenni. És így vagyunk az Úrral is. Mert az emberek kapcsolatban nyilván lehetnek átmenetek, mert nem is akarok senkit bántani, de az Úrral, így az emberekből jobban meg lehet érteni, hogy tehát az Úrnál, hogy hetekig nem is jelentkezünk be az Úrnál, meg se szólítjuk, nem dicsérjük őt, nem adunk hálát neki, elfeledkezünk róla, akkor hogy? Akkor hogy szeretjük? Nem elég, maradjunk annyiba. Úgyhogy elszakít az Úrtól, megszakítja a kapcsolatot, De nem csak Istentől szakít el, hanem másoktól is, sőt, sokszor saját magunktól is. A saját lelkünktől is el tudunk szakadni, hogy nem élünk önazonos élet. Nem azt az életet éljük, akik vagyunk, ebben színdarabot játszunk. Az a színészek nagyon nehéz szakmát választottak, mert annyi sokat gyakorolják ezt a színészetet, hogy utána nagyon nehéz meglátni, ő kicsoda. Ez az igazság. Annyi szerepet tud eljátszani. És én is ismerek, van több ismerősöm, aki színész, meg minden, és én már kiszúrom. Tehát mondom, most megint szerepet játszik. Ettől tudom, hogy ez most nem ő. Hát van még szerepből, ezt megtanulta, bejött neki, és azzal válaszolt. Tudod? Egy színésznek ez baromi nehéz. Mert Isten azt mondja, hogy ne színészkedjünk. De akinek ez a szakmája, nem könnyű szakmát, azért mondom, nem könnyű szakmát választott. Mert annyit gyakorol, annyit edz rá, hogy utána a való életben is sokszor a színészkedés jön ki belőle. Egy képmutatás. Értetek? Aki nem ő. Nem ő. Egyszerűen ő nem ilyen. Én is egyszer beleszerettem egy színészbe, de férfi volt, most így mondom, megszerettem. De akkor láttam életemben először, de olyat alakított, fú, ezt nagyon szeretem ezt az embert. És utána össze is barátkozom, meg minden, stb. És utána elkezdtem gondolkodni, már többször megnéztem, aztán nagyon őt játszott benne, és nem mondom, hogy ki az, nem mit. De utána elkezdtem gondolni, most én igazából ezt az embert szeretem, vagy ezt a színdarabot, azt, amit alakít, azt szeretem. És ez nekem egy külön vivódás, hogy ezt meg tudjam állapítani, és kiderült, hogy igazából nem is az embert szeretem. Én azt szeretem, amit ott eljátszik. Nekem azt tetszik nagyon. És amikor meg odajött való világba, akkor olyan kicsit savanyú volt, semmit, ott olyat szétröhögtem magam rajta, meg tök jó volt,
ilyen film, ilyen vígjáték, vagy mi volt, de utána meg egyáltalán volt szórakoztató ember. Tehát, sőt, kimondottan ilyen összeférhetetlen volt. Nem is volt felesége, se kiderült, érted. Nem tud senki együtt élni, nincs gyereke se. Most nem bántok, hogyha valakinek nincs gyereke, csak értettek? Tehát egyszerűen látod, hogy az egész életében van egy olyan taszítás, hogy egyszerűen ott a színét, de úgy el tudta játszani ott a színdarabba, ő a legjobb apa, a legjobb fér, mindent eljátszott, de a valóságban meg nem tudott egy nővel együtt élni egy-két hétnél tovább. És milyen nagy dolog az, hogy valakivel együtt élsz 30, 40, 50, 60, 70 évet. Leteszed az életedet, érte. Na, így kell letenni az Úrra is az életedet. Az Úrral nem egy-két évig kell járni. Örökre! Örökre! És szokták mondani, és ez is nagy igazság, hogy a rohanás, valaki egyszer mondta, a rohanás az ördögtől van. És erre egyszer hallottam. A rohanás nem az ördögtől van, a rohanás maga az ördög. Hallod? Maga az ördög. A rohanás a szellemi élet fő ellensége a korunkban. Rohanva nem lehet imádkozni. Rohanva nem lehet olvasni. Mikor láttam rohanva, valaki olvassa az igét. Láttál már ilyet? Nem láttál ilyet. Le kell ülni, ki kell nyitni, olvasni. És még ha őszinte vagy, mert most ezt mondtam neked, olvasd neked az igét, és olvasod az én kedvemé, akkor is lesz jó, mert ott vagy idegesen, hogy Kornél mondta. És most már nem akarom, hogy az Úr is azt higgye, hogy nem szeretem őt. Most már fogom olvasni. De hogy olvasod, már azon gondolkozol, hogy hol kéne legyél. És ideges vagy, hogy miért ilyen hosszú ez a rész, amit most van. Mert megígérted, hogy minden nap egy részt elolvasol, hogy jó kereszténynek tűnjél, de miért ilyen hosszú ez a mai rész? Miért nem csak 12 versek, miért 24? És ideges vagy. Pedig tudod, hogy kell olvasni a Bibliát. De ilyen hosszú. 10 percig. Hát azért az nagyon sok. Elmegy a busz. Én most úgy olvasom az igét, így most az Új Szövetséget olvasom, és megvan az egész megvan Szent Pál fordítás, ugye így megcsinálták. És úgy szeretem olvasni most, direkt fékezem magamot, mert én magamot, és nekem is üzenet ez az egész, nagy férfi legyen most is. Elolvasom a Károlit, egy verset, utána elolvasom a Szent Pálba, ugyanazt. A következő verset Károli, mert így egymás mellett lehet ilyen párhuzamosan megcsinálni, és akkor mindig elolvas mind a kettőt. És akkor így dupla idő, és ezzel is mutatom az Úrnak, hogy én duplán szeretem. És közben kell fékeznem az idegességet, de ne rohanjak fékeznem! De nagyon sok ember nem olvassa az igét, nem olvassa, és nem károsztatlak, de szeretnék egy mankót adni, segítséget. Szokjál vissza rá, és kezd el. Azoknak szó, akik tényleg nagyon ritkán, vagy nem, vagy nagyon ritkán olvasnak, Isten szeretné, hogy ezt visszaszokás legyen az életedben. Nekem az segített, neked is szerintem segíthet, vagy valakinek segíthet. A következő reggel, amikor fölkelsz, ne egyél addig. Ne igyál kávét, cigit se szívd el. Jó, ez vicc volt. Ha van nekinek mégse, de az a más kérdés. Hát már feles nem ismerem mondani, ugye? Mert régen így kezdődött az a nap, nem? Feles, cigi, és akkor lehet, hogy jött. De azt akkor mondok még, mert erre visszatérek, mondok még egyet. Addig ne kapcsolod be a mobilt, ne nézd meg a mobiltelefonodat, amíg igét nem olvastál. Ez egy kicsit így kényszeríted a lelkedet az ige fel, az Úr fel. És ez jó. Ez jó. Ma az emberek hogy élik a reggeli, hogy mondják ezt a reggeli pár perc, rituáljukat, stb. Mit mondtad? Rutint, köszönöm, igazából ezt akartam, rutint, a napi rutin, minden. Nekem milyen napi rutinod? Hát, felkelek. Megnézem, hogy hanyan hívtak este. Ez az első napi rutin. Hát, ha valaki hívott. Persze senki nem hívott. De akkor, amit kitettem az Instára, hanyan nézték meg? Ez az első, igaz? Akkor még nem tudom, híreket? Hány bomba csapódott be? És tudod, sokkal jobb lesz az életed, hogyha azt nézed meg először, hogy Jézus jól van-e.
köszönöm, uram, jó vagy? Jó reggelt? Itt vagyok, fölébredtem én is. Köszi, hogy felébresztettél amúgy. Mellesleg. Hagyjunk halat. Igen. Mert nem mindenki kell fel reggel. Ha te felkeltél, akkor vannak oda hálódásra. Amen. És ez az én ötletem és tanácsom, ha ez segít neked, hogy eddig döntsd el. Most lehet, hogy nem fog egyből hónap még menni, meg utána meg visszacsúszol, az se gond, de ezt erőtessed, hogy az igével legyen közösség. És olyan szint, hogy már tudjál figyelni, hogy mit olvastál. És ha itt, akkor egész nap azok az igék fognak segíteni. Ez tényleg csak a Szent Szellem tudja, hogy valahogy, amit reggel olvasok igét, utána valahogy az napközben lesz olyan szituáció, hogy ez nekem valami mégis segít. Lehet, hogy csak valaki jön tanácsot kér, és egyből azt hiszi, hogy én az egész Bibliát fejből tudom, de nem tudom, csak az az egy részt, amit reggel olvastam, és azt még nem felejtettem el, ugye? és akkor azt mondom neki, és ha passzol, ha nem én azt mondom, és ő még tökre boldog, és neki segítség. Na, ezt csak a Szent Szellem tudja csinálni. Értetek? Mert az egész Bibliát nem tud megtudni fejből, nem tudom, hogy jöjj vele. Sőt, már, én azt mondom, hogy csomót már tudtam fejből, nem elfelejtem. Ezért muszáj mindig olvassam. Ezért kell olvasni, mert amúgy az ember milyen? Feledéke. Nem? Persze tudom, hogy 20 évesen még kevesebbet feledsz, de majd 50 évesen nézd meg. Mikor ma azt sem tudod, hogy te ki vagy? Van egy viccem erre, csak azoknak, akik ma aludnának. Titkos szolgák beszélgetnek. Az amerikai, a magyar, meg az orosz. Mondja az amerikai, hogy ő milyen titkos, mennyire titkos az ő munkája. Figyeljetek, én az irodában, a feleségem, egy irodában dolgozunk, de a feleségem nem tudja, hogy mit csinálok. De nem is érdekli, azt mondja. Mondja az orosz, azt mondja, semmi, azt mondja. Én a feleségemmel egy íróasztalon dolgozom. És nem tudja, hogy mit csinálok, de nem is érdekli. Erre megszól a magyar. Figyeljetek, én egymagam dolgozok egy irodában, de nem tudom, hogy mit csinálok, de nem is érdekel. Na ennyire titkosak vagyunk, miért? Tehát, hogy... Úgyhogy, tehát a szeretet és a rohanás nem összeegyeztethető, ezt mindenképp szeretném a szívetekre helyezni, és a szeretet az a legnagyobb. Ugye ezt mondja a szeretet a végén, hogy megmarad a hit, a remény, és a szeretet a legnagyobb. És ezt annyi szó mondjuk, annyit dumálunk róla, csak éppen nem csináljuk. Ez az igazság. És a szeretet az valóság. Az nem egy érzelem, hogy ilyen szép érzéseket tápol a lelkemben, az valóság. Az valóságos tettekben, cselekedetekben kell, hogy megnyilvánuljon. És ezért jó, amit a Derek mond, hogy ebben nyakon tudod csípni magad, hogy mennyire szereted az Urat. Hogy az igét mennyire szereted. Ha az ige neked teher, nyűg, hallgatni, egy tanítást nem tudsz véghallgatni, egy istentisztelet nem tudsz végülni, egy részt nem tudsz elolvasni a Bibliából, akkor ne hazudjunk magunknak. Akkor mondjuk, uram, bocs, itt tartok, segíts meg. Én szeretném úgy, hogy a Kornél mondja, de látod, nem megy. De ezt az Úr díjaz, hogyha őszinte vagy. De ne játszd el a többi. Jó, többeket eljátszhatod, de az Úr nem tudod. Az Úr látja, hogy te hol tartasz. És nem baj. Tartasz, ahol tartasz. Lényeg, hogy menj előbbre. Menj közlebb az Úrhoz. És mindegyikünk máshol van a hitben. Itt ebben a teremben nincs két embereknek egyforma hite van. Mindenkinek a másik vagy nagyobb hite van, vagy kisebb hite van. Ez, hogy nincs két egyforma ember. És ezzel sokat gondolom, hogy tényleg mindenkinek golyófeje van. Mindenkinek két szeme van, két füle, egy orra, egy szája, haja is van jó esetben, stb. De mégis ezen a kis golyón teljesen más mindenki. Nem gondolkoztad meg ezzel? Hogy Istennek ez milyen csodája? És a nyaktól lefelé ne is mondjuk, hogy mennyi változás van. Csak a fejed. Nem? Szakála van. Hát. Csak a legkülönbeknek csak mondom. Sokan kérdezik, mi van szakám, ezt nálam post-covid tünet, annyit elmondok. Annyira megszoktam, hogy nem megyünk sehova, mert nem kell megborotválkozni, hogy ez így maradt sajnos. De mondok még egy ígéretet. János 10:10. Például ezt olvassa egy keresztény. Ki hány évet ért meg? Mindenki más szinten van. Jézus nagyon kellemesen azt mondja, János 10:10. A tolvaj nem egyéb értő, hogy lopjon, öljön, pusztítson. Én, mondja Jézus, én
Azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Képzeld el, az ördög miért jött? Lopjon, öljön, pusztítson. Minden gyilkolászásba, ölésbe, lopásba, pusztításba, sátani tevékenység van. Jézus tevékenységében, hogy jó életed legyen, a Szentpál így mondja, hogy legyen életük, és túláradó bőségben legyenek. Túláradó bőség, fölöslegük legyen. Miért? Hát, hogy tudjanak adakozni, például. Meg másoknak a szükségét betölteni. De csak ezt az egy ígéretet megnézed. És hány keresztény van? Megtért 10 éve, 20 éve, 30 éve. Nem, hogy nem bővölködik. Hát még a gázszámlát tudja kifizetni. És jogos a kérdés. Ez az ige nem igaz. Jézus. Hát te nem azért jött, hogy én, nekem jó életem legyen, és bővölködjek? És itt halok éhen lassan. Kapcsolják le a gáz, a fűtés, meg fogunk fagyni térre. Van olyan ember, beszélgetek vele, évek óta minden ilyenkor már stresszel, mert nem tudja, hogy hogy lesz neki a fűtés télen. Hát minden évet túl, nem tudom, hogy csinálja, de ezt mindig eljátsza nekem, hogy nem tudja, hogy hogy ma. Most is ez a legfontosabb, hogy legyen neki fűtés, legyen fa, mert fával tüzel. Mert áramot nem tud meg a gáz kifizetni. De fára sincs pénze. Úgyhogy ez egy ígéret, egy áldás ígéret. Azért jöttem, hogy legyen életük, és túláradó bőségben legyenek. Túláradó bőségben legyen. Kelleténél több legyen, fölösleg legyen. Ilyeneket jelent. Hát ez hol van? Sok keresztény ezt még messziről se tudja köszönteni. Akkor hol vannak az ígéretek? Hol az igazság? Igaz-e az ige, vagy nem igaz? És minden ige igaz. De az én életemben még nem mindegyik működik. És ez a kérdés. Hogy fog működni például? Csak ez a János 10-10 az életemben. Mikor fog eljönni? Mikor fog eljönni, hogy ki tudom fizetni a rezsit? Mikor fog eljönni, hogy nem fogyott el a pénzem fizetés előtt? Mert még elfogy, és még nem is kapok, és napokig nincs fizetés. Mert én így értem, amikor megtérésem előtt, hogy a legtöbbször már 2 hétig nem volt pénz. Hát 2 hétig volt, annyi fizetésem volt, hogy 2 hétig volt. Utána ma nem volt pénzem. Ha ma csak 1 hétig nem volt pénzem, az egy jó hónap volt. Ha csak utolsó 3 nap folyt el, az valami szenzációs időszak. De olyan, hogy lett volna fizetéskor pénzem, olyan soha nem volt. Megtérésemig? Még meg nem tértem, és az úr megtanította ezt, hogy ezt hogy lehet kezelni, ezt a kérdést. Én persze sok minős, ezt nem fog mindent elmondani, de egy biztos, hogy ezek az ígéretek mindegyikünknek kell, Uram, olvassuk, jaj, de jó, köszönöm, Uram, halleluja, aztán évek eltelnek, hogy semmi nincs belőle. Akkor mi van? Ilyenkor mit csinálunk? És elgondolkozunk, hogy vajon mit rontottam el? Mert hogy az önkészülékében van a hiba, az biztos. De sok keresztény nem jut el oda, hogy azt mondja, Uram, én hibáztam. Én vagyok a felelős. Én szúrtam el. De nem, azt sem tudom, hogy mit szúrtam el. De mivel tudom, hogy te nem hibázol, tudtad ezt? Szeretném ezt, mindenképpen azt el akartam mondani. Jézus nem tud hibázni. Nem is hibázik, és nem is tud. És amikor az ő ígérete nem működik az életemben, akkor én hibáztam. És ez az első, hogy így álljon az ujjon. Ha így áll, és fenyegeted Istent, mint az Albán légvédelem, tudjátok, mint az Albán légvédelem, és ez ennyire telik, mindegy. Ne Istenre mutogassál, ne másokra, ne a... Egy? Jaj. Figyeljetek, elmondtam a prédikációnak legalább a 15%-át. Úgyhogy szerintem az utolsó 70, az 85-öt összesültem nektek 10 percbe. Na, mit szóltok? Megpróbálom. Nem lesz könnyű. De amit szerettem elmondani, hogy odaig eljutunk, hogy elrontottunk valamit. Mert ha nem működik az ég, mi rontottunk el valamit?
Ne másba keresd a hibát, nem a házastársad. Hallottam ilyet. Felesége minden pénzt elküld, azért nincs pénzünk. Dumma plaza. Nincs olyan feleség, aki minden pénzt el tudna költeni. Na jó, ez nem teljesen igaz, de próbáltam udvarolni a feleségét. Tudom, hogy van, aki nagyon sok pénzt el tud, mert tényleg sok mindent meg tud csinálni, de egy a lényeg, hogy a megoldás nagyon egyszerű. Jézus ezt mondja, kövess engem. Gyere hozzám. Tanulj tőlem. Ő mindenre meg tud tanítani. Erre is, hogy hogy legyen jó életed, szép életed, elégedett életed, és még fölösleged is legyen. Hogy kéne úgy élni, hogy legyen fölösleged? Az csak annyit jelent, hogy amikor jön a fizetésed, maradt az előzőből. És ezt félre tudod tenni. Akkor már is bővölködsz. Ha egy forinttal több van, mint amennyi kell, mint amit elköltesz, már bővölködsz. Amen? De egy forinttal kevesebb van, az baj. Persze, csak képesem az egy forint, mert tudjuk, hogy nincs is egy forintos. De kövess engem, és ez egy kulcs, amit még mindenképp, hogy Jézus azt is mondja, tedd magadévá az élet vitelemet. Nem csak Jézust elméletileg kell szeretni, hanem az ő életvitelét kell. A keresztények azok olyanok, mint Jézus Krisztus. Emlékeztek? Antiókiában nevezték először a Jézus követőit keresztények, azt mondják, olyanok, mint Jézus Krisztus. Úgy élnek, úgy viselkednek, úgy beszélnek, úgy imádkoznak, úgy élnek, mint Jézus Krisztus. Keresztények. Nem a kereszt, a keresztény. Hát olyan, mint Jézus Krisztus. Amennyire olyan vagy, mint Jézus Krisztus, annyira van jó életed. Se jobban, se kevésbé. És mondom, ez nem a károsztatás üzenete, de ebbe lehet fejlődni. Ha egyre jobban fogsz hasonlítani Jézusra, egyre jobb sorsod lesz, egyre bővölködőbb életed lesz. És nem csak anyagilag, hanem szellemileg, lelkileg, minden szempontból. És tudod, mert fog legjobban bővölködni? Időben. Tehát, hogy nem a pénz a legértékesebb itt a Földön? Az idő. Mert azt nem tudsz venni. Pénzt tudsz csinálni. Valami kis tehetséged is van, és van, mert Isten megadta ezt, hogy te tudjál pénzt csinálni. De nagyon tetszik nekem. Amerikák így mondják. Te mennyi pénzt csinálsz? Nem azt mondom, mennyit keresel. Ez csak itt keletről keresünk a pénzt, de nem találjuk, érted? Hol? Keresném én, de hát úgy el van dugva. És az Amerikán is mondja, hogy ő keresgeti a pénzt. Azt mondja, mennyit csinálsz? Ő megcsinálja. Nem bízel senkire, se a kormányra, se az államra. Ő megcsinál a pénzed, kész. Csináld meg te is. De hogy kormány? Nem tudok pénzt csinálni, nincs otthon pénzverünk, stb. Nem is így. Az Úr mutassa neked meg, hogy neked miből kell, hogy a pénzed legyen. És abból legyen a pénzed. Semmi másból ne legyen. És nem elég teológia fogalmakat megtanulnunk, nem elég elméletileg követni Jézust, hanem az ő életvitelét, életmódját kell megtanulni. És most nem tudom elmondani az üzenetet, de egy-két dolgot még nagyon-nagyon szeretnék elmondani, mert az életmód, az életvezetés, az magatartást is jelent. Pál is ezt mondta 2 Timotus 3-ban, hogy te pedig követed az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, stb. De életmódokat is kell követni. Nekünk Jézus életmódját kell követni. Plusz, te követheted a Georgisnak az életmódját, és képzeld el. Komolyan. A pásztorodnak az életmódját követheted. A vezetődnek az életmódját követheted. Amen? Mert Pál is azt mondta, hogy kövesd az én élet Timótosnak. Tehát az Isten embereit is követheted, akik követik Jézust. Mert ha pásztorod nem követné Jézust, azt akkor nagyon nagy bajba vagy, hát te meg őt követed. Te olyan embert követsz, aki nem Jézus követi, akkor biztos, hogy verembe esik mind a kettő, hogy vakfezett a világtalan, stb. Szoktál mondani. De olyan embereket, akik hitelesek, őszintén szeretik az Urat, és követik Jézust, azokat nyugodtan kövessed. Kérdezd meg, neked milyen napi rutinod? Georgis, te reggel először rágyújtasz, vagy először igét olvasod? És ha azt mondja, hogy rágyújt, akkor ne kövess. De ha azt mondja, hogy először az igét olvassa, azt mondja, akkor én követni akarlak téged, Georgis.
Amen? Követheted Isten emberét, sőt, testvérétől is tanulhatsz. Amit jól csinál, azt tanuld meg tőle. Amit látod, nem jó, azt hagyjuk. Azt... Tehát az élet, az terhek sorozata. Nincs könnyű élet, barátaim. Nincs, ez egy mitosz, hogy könnyű az élet. Ez egy mitosz. Ezt már mindenki tudja, aki két héttől régebben itt van a földön. A földi élet, mondjuk ki, nehéz. A földi élet nehéz. A földi élet nem könnyű. De Jézus mit mondott? Könnyű iga van. Nincs könnyű élet. Nem választhatsz könnyű életet. Hallottam ilyet? Én még dolgozok 30 évesen. Még dolgozok 40 éves koromig. Utána már nyugdíjas leszek. Mondom, álmodj, hogy királylány. Ez egy szép könnyű élet. De ez nem lesz így. Ezt én most megmondom neked. De Isten se akar, hogy így. Te nem akar, hogy 40 évesen nyugdíjas legyél. De még 60 évesen se. Sőt, a legjobb, ha 70 évesen is csinálsz valamit. Lehet, hogy nem kell 8 órát dolgozzá, de amit téged örömmel tölt el, kis tevékenységet, amit kitalálsz, kis valamit virágot termel, nem, valamit csináltok. De semmi tevés az a legrosszabb. És azért ez nagyon fontos, hogy a pihenés ez fontos, de azt mondja, hogy 6 napig munkálkodja. Mert sokan ebből azt veszik le, ebből a pihenés üzenetből, hogy nem kell semmit csinálni. Nem, 6 napig dolgozzá, de egy nap ne csinál semmit. De sok embernek az a probléma, hogy ő 7 napig csinál mindig valamit. Ez az egy nap nem megy. De sokszor az a 6 is, amit csinál, azt is kár csinál, de ez most hosszú mindegy. Tehát az élet nehéz, ezért kerülnek az emberek függőségekre egy ponton, mert olyan nehéz, hogy muszáj valami pótszerrel könnyíteni. Mert lefáradnak az élet. Ha csinálják, lefáradnak tőle. Nem tudják csinálni. Belefáradnak az életben. Mert látják, hogy nem működik. Amit gondoltak, hogy milyen eredmények lesznek, nem jönnek az eredmények. Nem lesz sehogy neki például bővölködő élete. Pedig már lopott, hazudott, csalt, mindenkit becsapott, mindenkit lehúzott, mégsem is neki pénze. Hogy? Mert ebből nem lesz pénz soha. Pláne keresztényeknek. A világrendnek Isten még hamarabb megengedi ezt, hogy így szélhamoskodnak, de a keresztényeknek nem engedi meg az Úr. Hát én nem korrektul akarsz meggazdagodni, soha nem leszel gazdag. De ez azért, mert szeret téged az Úr. És téged a gazdaság tönkre tenne, ha szélhámosságból meggazdagodnak keresztényként. Az neked lehet az üdvösségedbe kerülne. Úgyhogy nagy áldás a szegénység. Egy ideig. A megtérésre indít. Amen? És nagyon sokféle függőségbe kerülnek az emberek, és itt nem csak azokra a pornó, meg a drog, meg ezekre gondolok, hanem az evés függőségébe kerülnek. De elmondott nektek az ellentétét, a diétázás is függőség. Én ismerek embereket, 30 éve diétáznak, mindig 120 kiló. Te mondom, te minek diétázol? És látszik, ez csak egy függőség neki, de egy jottányit nem fogyott tőle. De meg van kötőzve a diétázással. És akkor bemegy a McDonald'sba, és akkor mondja, hogy lajtos kólát kér, cukor nélküli, stb. És megeszik 4 hamburgert hozzá. Nagyon sokat nem fogsz tőle. Értitek? De nagyon sokan a munkának a függőségébe rohannak bele. Tudjátok, a munka függősége nem tesz áldottá? Ne legyél munkafüggő, munkaholista. Nagyon rossz, hogyha valaki munkafüggő. Kell szereti dolgozni, de ne függj a munkától. Az Úrtól függj csak. De szeressél dolgozni, az nagy áldás. Van, aki edzésfüggő. Tudod? Lehet, függjen az edzéstől. De legyél szabad. Edzél, de ne függőségből. Szabadságból. Van, aki utazásfüggő. Úgy érzi, utaznak egyfolytában. Legyél függő ettől. Tudjál nyugodtan lenni. Ha az Úr el akar vinni, akkor menj el. De csak akkor. Van, tudjátok, mi egyik legnagyobb függőség? A vásárlás. Azt mondják, a korunk egyik legnagyobb függősége. Nem a kábítószer. A vásárlás legnagyobb kábítószer. Egyik legnagyobb. Akkor boldog az emberek, ha vettek maguknak egy blúzt. Vagy egy kabátot, egy cipőt. Hát ez a boldogság. De ez mi? Függőség. De még más függőség is van. Közösségi média. Óriási függőség. Ha azt nem korlátozod, nagy bajba vagy. Nem mondom, hogy én nem tiltom, de hogy annak kell keretet szabni. Ha nem szabod meg, akkor biztos, hogy beszippant.
100%. Megkötöz. 100%. És mondok még egy durvát, de ezt majd utána Gergő kijavítja. Olyan is, hogy valaki függőségből jár gyülekezetbe. Van ilyen. Mert otthon rossz a helyzet, menekül el otthonról, és egy gyülibe ez az. Tehát, hogy miért jössz a gyülekezetbe? Ha nem az Úrért, nem Jézus, szóval közösségi, gyakorlás is, nem hittel, tudatosan, csak menekülsz otthonról, egy rossz helyzetből, az még mindig kevés. Az még mindig függőség lehet csak. De ez egy hosszú téma, ebben most nem megyek bele. De szeressetek járni a gyülekezetbe, de ne azért, mert ilyen beteges függőségben. Hanem azért, mert az Úr így vezet. Tehát Jézus az ő igáját kínálja föl, hogy sokkal könnyedebben és szabadon élj. Ez egyik, az amerika, egy angol fordítás így van, hogy könnyed és szabadon élj. Ez a lényege, amiről ő meg akar tanítani téged. Könnyű élet nincs, de könnyed élet, szabad élet van. Jézus teljes szabadságot tud, azért mondja, ne kötözd meg magad semmivel. Ha már téged az Úr megszabadított, most már ne kötözzétek meg újra magatok a függőségekkel. Te csak Jézus függő legyél. Semmitől ne függjél. Függőséget okoz a tetoválás is. Most a függő szátus, ott lesz örökké rajta. Én nem tetoválom ki magam. Mindegy, hogy most egy-két keresztény is azt mondja, hogy ez milyen okosság. Oké, de nem, én nem érzem azt, hogy kínálom, hogy Jézus, akkor most már boldogabb vagyok. Nem írom ki magamra, hogy Jézus, mert nem érzem, hogy közlepkülök Jézushoz. Nem érzem azt. Ha érezném, vagy nem érezném, az azért a dolog. Ha tudnám, hogy ettől Jézussal jobb lesz a közösségem, teleírnám magam Jézussal. De ezt láttam, hogy aki kiírta, nem lehet jobb keresztény. Egyik fölírta, föltámadunk. Hát vagy föltámad, vagy nem. Érted? De nem ezt, hogy mit írsz ki magadra. Ezek is függőséget hoznak létre. De nagyon sok minden függőség van még. Mindegy, én most nem... De értetek? Semmivel ne kötözd meg magad. Ne függjél se az ételtől, se az italt. Honnan tudod, hogy például nem függsz az ételtől? Nagyon egyszerű, tudsz böjtölni. És aggódtál rá, minden hónapban böjtölünk 3 napot. És minden évben, januárban 3 hetet. Ezzel kezdjük az évet, az Úrnak a keresésével. 17 éve ezt csináljuk. Hát, régebbtől van Gyuli, de csak 17 éve mutatta ezt meg az Úr. Előtte 17-ig másikat nem mutatta meg. Akkor is böjtöltünk, de akkor máshogy. Azóta így böjtölünk. Most is böjtöltünk. Most, hogy kitört múlt vasárnap szombaton, pont minden hónap első hétfőket szerdán böjtölünk, de pont ugye a sátorok ünnepe volt, hát a sátorok ünnepe, most azért ne böjtünk, örüljünk mi is az Úrnak, mert minden, és nem böjtöltünk. Szombaton kitört az, és akkor már hegyből tudtuk, hétfőt kell böjtölni. Kell az Úrhoz kiáltani, imádkozni, stb. És böjtöltünk. Izraeli, stb. Onnantól már nem volt nehéz böjtölni. Egyből tudtuk, hogy kell. Az Úr valahogy számolja be és használja böjtünket. Amen. Úgyhogy ezek mind nagyon-nagyon egyszerű. Ha jössz Jézushoz, könnyebb élet. Könnyedebb életed lesz, és szabadan. Ezt nyújtja neked Jézus. Egy szabad, elégedett, áldott életet. Szeretnéd ezt? Senki nem tudja neked megadni. Se a házastársad, se a szüleid, se a gyerekeid, senki, se a barátaid. Egyedül Jézus. És ha ezt várod az emberektől, tönkre fogod tenni a kapcsolataidat. Mert nem tudnak az emberek téged boldoggá tenni. Nem tudnak. Én sem tudlak boldoggá tenni. Nem is akarlak. De Jézus boldoggá tud téged tenni. És ő akar téged boldoggá. De csak ő. Nincs senki itt a földön, aki neked tud segíteni. Ha lenne, megmondanám. Nincs. Csak Jézus. De ő viszont itt van. Aki az ő nevét hív a segítségül, az mind megszabadul. És áldást tud venni, és jó életed lehet már most itt, könnyed, szabad életed lehet, nem nyomnak össze a függőségek, és örökké fog élni mennyire. Ez az ígéret azért nem kevés. Jézus ezt ígéri. A materializmus azt ígérte, hogy ilyen jó lesz, olyan jó lesz, amely jó lesz. Aztán soha nem történt meg. Jézus a teljes elégedettséget meg, hogy elégedett életed lesz. Ha nem vagy elégedett a sorsoddal, az életeddel, akkor még nem vagy benne abba a közösségbe Jézussal, ahol Jézus von téged be, hív be, hogy gyere ilyen közel. Ha olyan közel lesz Jézusod, amilyenre ő szeretné, akkor elégedett leszel a sorsoddal. Én ezt sokszor elmondtam, most is előttetek, és megvallom az Urat dicsőítve,
ezzel, és ezzel dicsőd az Urat a legjobban, te is, ha elégedett vagy a sorsoddal. Nem csak az, hogy fölmetekezed, vagy énekelsz, ez is nagyon jó, de az Urat szeretnéd igazából dicsőíteni, akkor dicsőd az Urat, ha azt mondod, Uram, elégedett. Köszönöm, jól bánsz velem, elégedett vagyok a sorsommal. Ha ezt ki tudod mondani őszintén, nem csak így, mint mert én mondtam, hanem tényleg azt mondod, Uram, tök jó sorsom van. Elégedett vagyok. Nem az, hogy nem tudnám már több mindent elképzelni, de nekem ez is elég. Sőt, én mondok még egy durvát nektek, és ez is az Urat akarom dicsőíteni. Nekem olyan jó sorsom van, ha csak fel ennyi lenne, akkor is nagyon hálás lennék az Úrnak. Ilyen jó sorsom van. Ilyen jó Istenem van. Ha csak a fele lenne, és nem csak anyagilag, szellemileg is, lelkileg is, minden szempontból, akkor is nagyon, akkor is dicsérem az Urat, akkor is hálás lennék neki, akkor is hagyna le egy panasz se a számat, ha csak fele ennyim lenne, de duplája van. Akkor most mit panaszkodjak az Úrnak? És ezt Jézus neked is elkészítette, nem szeret engem jobban az Úr, mint téged. Persze, neked könnyű, nem. Nem szereti az Úr a pásztorokat jobban szeretni, mert nem személyválogató. Tudtad? Olvasd a Bibliába, benne van. Pont Kornéliusnál ráadásul, mindegy. De nem szereti jobban a Kornéliusokat, mint tégedet. Nem. Nem személyválogató. Hanem minden nemzetben kedves előtte, aki féli az Urat, és igazságot cselekszik. Aki Jézus szereti, Jézussal van szoros kapcsolatban, ezt építi, azoknak mindenkinek Isten jó életet készített. Már itt a Földön. És igen, benne van, van mit enni, van mit inni, van miben ruházkodni. És Jézus ezt a kettőt mondta, ha ez a kettő megvan, akkor nyugodtan elégedett lehetsz. És ebben benne van a Szent Pál, hogy fedél legyen a fejed fölött. És látos, a tied legyen. Ha csak hajléktalan szállón vagy, az még nem olyan nagy áldás. De ott is adnak fedelet. Az is jobb, mint az utcán lenni, hajléktalannak. Sokan voltak hajléktalanok, de az Úr visszahozta őket. És tudok, akik nagyon szép házakban laknak, úgyhogy teljesen le voltak nullázva, eladósodva, stb. Jézus ezt megcsinálja. Nem mondom, egy perc alatt, de nem egy, akkor kettő. Ha nem kettő, három, de megcsinálja. Úgyhogy a fiú megszabadít titeket, akkor valóságosan szabadok. És ezt Jézus csinál, ő az a neve, Jézus, tudtad? Szabadító. Ez a neve. Ez a fő tevékenysége. Szabadít, 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 szabadít. Ebből szabadít, abból szabadít. Kinek miből kell szabadulnia? Az Úr megszabadít. Minden függőségedből. De kéred. Ha nem kéred, nem fog erőszakkal megszabadítani. Azt mondja, szeretnél fiam függő lenni? Akkor legyél az. Én nem haragszok ezért, te bajod. Ennyit mond az Úr. De abban a percben, mikor megunod ezt, rájössz, és kéred az Urat, ő lesz a legboldogabb, megszabadított tégedet. Jézus nagyon szeret szabadítani. Szereti ezt csinálni. Nem tudom, te mit szeretsz, ő szabadítani szeret. Nagyon. Neki ez nagyon nagy boldogság, öröm, hogy egy ember, aki meg volt kötözve, le volt nyomva, föl van szabadítva. Áldott, szabad ember, boldog ember, elégedett ember. Ez Jézus minden ilyen embernek plusz öröm, plusz, ha még beköt a mennybe, és üdvössége van. De a legnagyobb szabadítja, hogy a bűntől megszabadít. Senki téged a bűnétől nem tud megszabadítani. Tudtad? Egy bűnöttől se nem tud se magadat megszabadítani, se senki nem tud megszabadítani. És mondok még egy durvát, még akit ellen vétkeztél, hiába, hogy megbocsát neked, ő se tud megszabadítani a bűnöttől. Nem tudja eltörölni. Majd azt mondja, hogy megbocsát. De hát a bűnöd megmarad. De Jézus el tudja törölni. És nem csak megbocsát, el is törli, meg is szabadít tőle. Mintha soha nem vétkeztél volna. Azért ez nem kis dolog. Ez nem kis dolog. Úgyhogy tervezd meg a szellemi életedet a Jézus életviteléhez. Úgy éljél, ahogy Jézus. Úgy éljél, ahogy Jézus. Ha Jézus követője vagy, te is úgy fogsz élni, mint ő. Nem csak elméletileg, nem csak teológiailag, hanem a gyakorlatban. Gyakorlatban. És igazából itt nem a legnagyobb, amit most már előre kell szaladjak egy kicsit, de ugye a szellemi életünknek itt valóban az imádkozás, az ige, a böjt, evangelizálás, ezek a szellemek a tevékenységei, ezek mind nagyon fontosak. De figyelj most rám, ezek egy sincsnek benne a 10 parancsolatban. De van egy, ami bent van, hogy pihenj. Tartsd meg a szombatot.
hogy Isten is 6 napig munkálkodott. 7. nap megpihent. Szerinted Istennek meg kell pihenni 7. nap. Neked? Nekem nem kell, én bírom, mondja. Persze. Egy darabig bírod, mi ki nem merülsz, ki nem égsz, ki nem fáradsz, és utána az ember összeomlik. Addig bírod. Ha mekkora pszichikerőd van, fizikerőd van, akkor tovább bírod. Ha nagyobb. De a legerősebbek is egy ponton összeomlanak. Értetek? Mindenki idegösszomlásba kerül. Mindenki. Elfárad. Ez mondjuk, elfáradtál? Semmi gond. Gyere hozzám. Én megtanítalak tégedet nem imádkozni, nem csak imádkozni, azt is, nem csak igét olvasni, nem csak szolgálni, ezek mind nagyon fontosak, de megtanítalak tégedet pihenni. És higgyétek el, nagyon sok ember sokat imádkozik, sok igét olvas, szolgál az Urat, de nem tud pihenni, ugyanúgy kiégés tönkre megy. Mert nem elég az edzés, hogy edzek, csinálom. Mindegyikből meg kell. Minden, például egy ilyen prédikációt nekem 3 napig kell kipihenni. Jó, ez túlzásod, mit szólt? Csak uradtam magam, hogy sajnáltat. De mindegy, mit dolgozol. Hát ezért találtak Isten dolgozni 8 órát, mondjuk, ezt nem Isten mondta, de körülbelül ennyit dolgoznak az emberek. De szerintem ennyi elég is, ez neki sok is néha mindegy. De egy a lényeg, hogy utána egész este kell aludjál. Hogy másnap megint tudjál dolgozni. És ezt 6 napon meg tudja csinálni. És nem, próbáld ki, egyszer nem alszol. Hogy másnap már, jó, 20 évesen még lehet, hogy nem látszik, de már 40-50 évesen már látszik, hogy már max 70%-on fogsz lenni alvás nélkül. Ezt most így meg tudom neked mondani. És ha megint nem alszol, én nekem volt olyan, megtérésem előtt, 3 éjszaka nem aludtam, képzeljétek el. De akkor már olyan, mint a zombi olyan volt, azt mondani, az már nem ember volt, meg ott már dolgozni nem nagyon tudtam. Azt sem tudtam, hogy 2 dolgot összerakjam, és ezt ott már készet. Az ember nagyon kifáradt. Nem véletlenül találtak Isten az alvást, a pihenést. Ezért mondtam, sokkal fontosabb maga a dolgoknak a rápihenés, a kipihenés, hogy újra tudja persze, az, hogy újra tudja ezeket csinálni, a szellemi dolgokat is, mint az edzésnél. Hogy erősödjél, nem az edzésen van a hangsúly, persze az is kell, de a pihenés, az nagyon-nagyon, nem tudom, hogy elkaptátok, értetek-e, de így van a szellemi életben is. Ami keresztény vagy, nem tanulsz meg pihenni. Nem, hogy nem lesz bővölköd életed, hanem örülsz, ha ki tudod fizetni a rezsidet. És tudod, tudod, sok keresztnek miért nincs pénz, de most mondok még egy egyszerű mondatot. Nem mondom, hogy csak ez van, de amit én most ebből megfejtettem. Mert nem pihen. Mert ha csak abból lenne a pénz, hogy dolgozik, hát legtöbb dolgozik. Sokszor nem csak 8-10-12 óra. Akkor miért nincs pénze? Elvileg, hát ebből lenne a pénz. Mert nem ebből van. Kell dolgozni, mondom, 6 napig. Jó, hogyha dolgozol. De most már csak 5-öt kell sokaknak, tedd össze a kezedet. Adja hálát. Nagy dolog, ha csak 5 napot dolgozol. De 6-ot akkor is sértődjél meg, az is teljesen bibliai. De 1 napot pihenjél. 1 napot ne csináljál semmit. Csak, amit az ige mond, pihenjél, és az Urat dicsér. Szenteld meg a szombat, és dicsérd az Urat. És minden csak olyat csinálja, ami az Urat dicsőíti, és számodra pihentető. Ezen a szűrő. Ha ez nem pihentet, akkor majd holnap megcsinálod. Mert van egy csomó dolgot, amit meg kell csinálni, de ami nem pihentet, azt ne csináld meg. 1 nap 1 héten. Ezt nem könnyű megcsinálni, de az Úr ezt meg tudja neked tanítani. És amikor majd megtanulod, nem tudom, hogy csinál az Úr, de onnantól kezdve lesz pénzed is. Aki meg rohan, pénz után, állandóan, azt hajkulásza, reggeltesi, dolgozik, túlórázik. Én nem tudom, de valami még sincs pénze. Vagy mindegy, hogy lehet, hogy van, de hiába keresel 1 millió forintot, ha 2-t költesz el. Mert van neki meg 500 000-ből is vígan él. Értitek? Van neki meg, mindegy, amennyit keresel, lehet, hogy sok pénzt keresel, mert és akkor boldog is, hogy büszke vagy tetni, milyen sok pénzt, milliókat keresel. Oké, de mennyit költesz? És ha többet költ, mint bejött, akkor mínuszba vagy. Ez is egy ördögi csapda. Az emberek, ó, én keresek 1 millió forintot, akkor mit borné beszéljem, takar, nem érdekel. Oké, de mennyi marad hó végén belőle? Ha mínusz 100 000, hát akkor? Akkor ugyanott tartasz, mint ha valaki 300-at keresett, az 400-at küld. Ugyanott tartasz, pont. Csak sokkal több pénzt verti el. És még azt szeretem mondani, hogy mondják azt, hogy a pénz nem boldogít. De ez nem igaz. A pénz boldogít. De csak a szegényeket. Ha nem vagy szegény, akkor téged a pénz nem boldogít. A szegénységben az ember boldogtalan.
És erre olvastam, hogy amerikai számítást, próbáltam átszámolni forintra nektek, csak adok egy ilyen útmutatást is. Azt mondják, ez egy tanulmány, hogy az emberek egy bizonyos összeg után már nem boldogabbak. De egy szegény, persze, ha dupla fizetés kap, persze, hogy boldogabb. És tudjátok, mi ez az összeg? Elmondjam nektek. És ez ma nem mostan, ez ma lehet, hogy ilyen 10 éves is, tehát lehet, ez ma, most ezeket ne vétek ilyen, ez nem igaz, amit most mondok, csak egy tanulmány. Amerikában azt mondják, hogyha körülbelül egy ember, ugye éves fizetéseket mondanak, de ezt is már leosztottam nektek havonta, körülbelül, ha olyan 2.300.000 forintot keres havonta, onnantól, hiába keres 2,5 milliót, meg 3 milliót, már nem lesz boldogabb. De ahhoz képest, aki 500.000-et keres, akkor boldogabb, aki 2.300.000-et keres. Mert addig az boldogít. Egy szegénynek az boldogság, hogy több fizetés kap, mert több lehetősége van, több, ki tudja fizetni rezsét, benzint, jobb autó, értetek? Tehát egy bizonyos pontig a szegény embereknek igenis boldogít a több pénz. Ez az igazság. De mondom, van egy plafon, ez körülbelül, most még ezt nevétek, van 2.300.000 forint havonta. Ha ennyit megkeresel, akkor nem tudsz ennél boldogabb lenni. Persze tudom, hogy te tudsz, meg minden, de alapjáraton ebből szerintem most itt Magyarországon egy szép életet lehet élni. Szerintem ebből lehet félretenni, még ha van 2-3 gyereket akkor is. És nyilván ez is más egy szingli, meg más, hogy 4-5 gyerek otthon szaladgál. Tehát ez most a családra vonatkozik, vagy csak egy-egy személyre. Ez, erre most nem is tért ki ez a tanulmány. És nyilván nem is ugyanaz a matek. De egy biztos, hogy ezek az összegek jöttek ki eredménynek, hogy azért, hogyha keresel mondjuk egy 2 millió, 2,5 millió forintot, itt szerintem most Magyarország, aki ennyit keres, az szerintem tud elégedett életet élni. Ebből meg szerintem lehet vacsorázni, és tudsz venni ruhát, szerintem ebből meg lehet élni. Most is. Bár nyilván most nagyon felmentek az árak. Hát 300.000-ből nem. És azt nem mondjuk, ne legyünk képmutatóak, hogy aki 300.000 forintból él, meg 200.000-ből, hogy jó, figyelj, pénz nem boldogít. Hát őt boldogítaná. Meg ki tudná fizetni a fűtést, tudna venni fát, mert amikor ezek a problémák, akkor igenis boldogít. Plusz 100.000 forintot is, plusz 50.000 forintot. Engem nagyon boldoggá tesz, hogy nem tudtam megvenni a fámat, az valaki adott 100.000, tudtam venni fát, akkor én boldog vagyok. Hogy nem fagytam meg ezen a télen se. Például plán, ha vesz 50 köbméter, mert annyi kell egy télen, vagy nem tudom kinek menj, mekkora háza van. Amen? De ez imádkozhat. Hát az imádkozhat, uram, én szeretnék 2.300.000-et keresni havonta, akkor az úr nem azt mondja, te büdösködök, ha mennyi pénzt akarsz te. Ha nem szégyeled magadat. Nyugodtan hivatkozzál rám, hogy Korné mondta. Tehát én addig imádkozok, még ennyi pénzt nem fogok keresni. Most már én is felbuzdultam, engem nem érdekel. Én már nem adom a lap, én nem hallok meg 1,5 milliónál, érted? Hát gondold el, 11 gyerekem van, nem akarok képmutatóskodni. Hát nem 100.000 forintot tartom el őket. Nálunk még szorozatok. De azt nem ismerem mondani. De sok pénz kell. Tegnap elmentünk vacsorázni. Jó, már csak 6 gyerek van otthon, nyilván. Így azért nem voltam veszélyes. És annyira tetszett, nem mondom, hogy mennyit fizettünk, de amikor ugye kihozták a számlát, a gyerekem is megnézte ki mellettem, vagy stb. Azt mondta, azt hittem több lesz. Tehát azért aránylag olcsóbb megúsztuk. De azért 8 ember eszik egy jó étterembe, még vidéken is. Számoljatok magatoknak. Látok bizony. De egy a lényeg, hogy nem tudjuk minden nap megcsinálni. Egyből gyerek is mondtak, azért minden nap nem. Hát mondom, minden nap nem, de azért imádkoztatok, egy héten egyszer meg tudjuk. Mondom, jó lenne, nem azért minden héten egyszer megcsinálni. Ja, tetszett nekik is, képzeltek el. Az úgy jó érzés, hogy bemész egy étterembe, leülteted a családot, és régebben mi is azt csináltuk, mondom, figyeljetek gyerekek, kaját rendeltek csak, kólát mi veszünk a boltba, itt ne ígyetek, marha drága. Itt ne ígyatok. És meg, hogy ugyanannyiba kellünk, mint a vacsora. Vagy még több. Úgyhogy megra nincs pénzük, mondom. Volt ilyen régen, pár évvel ezelőtt még, ez volt.
Jó, elmentünk, de mondtam, figyelj, üdítőt ne kérjetek. Ott van kint a kocsiba, mondom, menjetek ki, igyátok, gyertek vissza. És 200 forint volt akkor 2 literes kóla, benne 500 volt 2 decis. Fájt, no, érted, ha nincs pénz az embernek, fáj. De most ez egy jó érzés volt, és hogy magamot is teszteltem, ott ülünk, és nem imádkoztam, hogy ma ne kérnék többet. Régebben tudod, próbáltad manipulálni, hogy ma ne kérjenek többet, ma desszertet ne kérjenek, vagy 2-1 max, tudod, vagy valami, hogy akarták, hogy pórolnak költségeken. És az egy áldás szint, ezt akartam csak elmondani, hogy bemész az étterembe a családoddal, és már nem félsz, hogy mit kér a gyerek. Meg, hogy kér-e üdítőt. Ne adj Isten 2. Ez már egy jó érzés, hogy bemész, és a 2 kólát, legyen 2. És tényleg így volt. Kérdezték, apa, ihatok még egyet? És most így visszagondolok, ennyire ciki. A gyerek ilyen piti Andernek látta az apját, tudod, hogy megkérdezte, hogy még egy kólát ihat-e. És látod, hogy az volt a legcikkebb az egészben, hogy igazából a legcikkebb, azt hittem, hogy ne igyon még egyet. Mert annyira nem álltak jó a dolgok. Érted? Most olyan áldottak vagyunk, nálunk lehet 2 kólát is ilyen. És nem szorul görcsbe a gyomrom az étterembe, hogy a gyerek megint iszik, ezt nem hiszem, ennyit, minek én ennyit, érted? Olyan idegés voltam régen, hogy nem hiszem el, még kell ennyit. Ott a bóti kóla ugyanaz, és 10 annyibe kerül. Tehát azt, hogy ugyanazt a kólát megjön egy étterembe, hát értsd meg, hát azt neki ki kell termelni, stb. Hát hiába mondod, hogy mennyivel olcsóbb. Otthon idd meg akkor. De Jézus el tud vinni ilyen áldásra, hogy be tudsz menni, tudsz mit enni, tudsz mit inni, tudsz bővölködni. Oké. Okay. És úgy éljél, mint Jézus. Az ő életmódját. Jézusnak ez nem volt soha gond. Bár róla gondoskodtak, meg az igében ezek le vannak írva. És egy a lényeg, az az életvitel, ahogy Jézus élt, az biztosítja számodra, hogy megmaradjál az Úr jelenlétében. Nagyon tetszik ez a szó, így adja vissza az egyik fordítás, az Úr társaságába. Mert ezt nem mondtam el nektek, amikor Jézus mondja, hogy vedd fel az én igámat, azt azért mondja, mert láttatok már igás ökröt. Igás ökör, megvan az? Hogy 2 ökröt befognak egy igába, és húzzák. És ezt nem a régén értettem meg, hogy ez azért mondja Jézus, ez én igámat, mert ez könnyű és gyönyörűséges, mert abban az egyik ökör ő. Most én nem bántam az urat, nagy félés le, csak most a jelkép, hogy 2 ökör húz, a másik ökör meg te, vagy én, most értsd jól. És azt mondja, hogy ezt az igába bújjál bele, amiben ő a másik. És ő húzza az életednek a terheit, képzeld el. És azt mondja, nem tesz rá több terhet, csak amennyit elbírsz. De mégis megy az életed, mert ő húzza. Te meg csak becsesz a nyakadat, ott mész Jézus mellett. Azt, hogy minden összejön. Te se érted, hogy nem is erőködsz. Ez a könnyed élet, barátom. Ha nem te dög lesz bele, hogy húzod az életed igáját, a rezsit ki kell fizetni, a gyereknek megint nőtt a lába, megint másik cipő kell, és tök ideges vagy, stb. Imádkozom, bár csak ne nőnél majd gyerekem tovább. De ne átkozd meg a gyerekedet. Hát hadd nőjön nagyobbra, mint te vagy. A Jóisten áldjon meg. De ez pénz kell. Hát nagyon idegesítő. Nekem az volt a szerencsém, most a végén 5 fiú van, és szerencsére fiúk tudják egymást örökölni ruhát. De mi is 8-a vagyunk testvérek, előttem 3 lány volt. Gondolom, amikor ilyen piros, fehér csillagos blúzokat örököltem. Ez kész volt. A legcikibb az volt, tudod, a női blúz milyen, hogy itt fönt van egy gomb hátul. Hogy be bír tenni a fejedet, tudod. És akkor úgy, amúgy nem volt annyira nőjes, de az ezer. És akkor rávettél valamit, hogy ezt ne lássák. Hogy a nővérednek a blúza van rajta. Hát így nőttünk fel, testvérek. És az Úr ebből hozott ki. Ez az Úr a szabadítás. Miénk pedig az orcánk pirulása.
És ezt kéri az Úr, hogy maradj benne, és ez a végcélja a hívő életnek. Szeretné tudni, hogy miért vagy keresztény, miért értél meg? Hogy Jézus társaságában éljél. Most egymás társaságában vagyunk, és ez tök jó, de Jézus azt mondja, hogy így az ő társaságában. Ne csak 5 évente, hanem minden nap Jézus társaságában éljél. Nem én felszabad, én megelégszek, ha 5 évben egyszer elhívtok ide. Nagyon hálás vagyok ezért is. De ez a végzet, a teljes élet Jézussal. Jézussal teljes életet lehet élni. Elégedett életet lehet élni. Tökéletes életet. Jó életet. Szép életet, mert még sorolhatnak egy csomó életet. Egyszerűen az ő jelenlétében él. Az ő társaságban. Ha egyikában vagytok, akkor együtt haladtok. Ne hagyd le Jézust. Ne is maradjál le tőle. Hanem menjél vele. És ő fogja húzni az igádat. Képzeld el. Ő fogja. Ő meg fogja oldani egzisztenciás kérdéseidet, munkahelyi problémáidat, családi problémáidat, gyereknevelés, feleségnevelés. Ez nem nevelés. Nem igaz, mit volt? Tehát kövess, gyere, azt mondja Jézus. Kövess engem. Gyere hozzám. Ez az üzenet. És nem tudsz ott Jézust követni, nem tudsz az ő társaságra lenni, ha nem élsz úgy, mint ő. És most már csak címszágban elmondom, hogy Jézus hogy szokott élni. 4 szokás van, de nem tudom elmondani, csak annyit mondok el, Jézus nagyon szeretett egyedül lenni az atyával, imádkozni, csendben lenni. Van egy csomó, igen, nem olvasom fel. Máté 4, Márk 1, stb. Elment ilyen helyekre, ahol senki nem volt, nem is tudom, hogy mondja az ige, nem csak sivár, elhagyatott hely, így mondja Károli, elhagyott. Hát az ember, mi hogy menni elhagyatott helyre, mikor ott van szép nappali, a LED fények vannak, ott imád, de hogy melyik én elhagyatott helyre, hagyj engem nyugodtan. De ha egyszer már megérted, hogy olyan helyekre kell menned imádkozni, ahol nincs senki. Senki. Más imádkozni a családdal, kell velük is, tehát őszintén legyünk, hát mindig úgy imádkozunk, hogy gyerekek közben tanuljanak belőle, stb. Ez is szép, kell őket tanítani, de ez más, mikor te vagy meg az Úr. Ott kezdjük a keresztény élet, hogy van olyan, hogy csak te meg az Úr. Kettesben vagytok. Magyarul egyedül vagy. Meg az Úr. Persze azért nem vagy egyedül, mert nekem sokszor mondjuk, melyek valahova, most jó, Zoli elkísért, de szoktam mondani, hogy jött, egyedül jöttél? Mondom, nem, az Úrral. Én egyedül nem meg sehova mondom. Persze a kocsiban így ember csak én voltam, de Jézus ott volt velem. Értetek? És ez nem csak ilyen vallásra szólam, én nekem ez annyira rutin, meg benne van minden porcikámban, gondolatomban, hogy én az Úr nélkül tényleg nem akarok menni, aztán valamikor persze sikerül, de nem akarok menni a tapottatse nélküle. Néha lehagyom én is Jézus, nem mondom azért még, nekem is kell még lassítani, különben ezért kell lassítani, hogy ne hagyd le Jézust. Ha lehagyod a Szent Szellemet, meg Jézus előbbre szalad, nem leszel ott sikeres. Hiába tudod, hogy azt kéne csinálnod, majd amikor az Úr oda vezet, akkor bejön az áldás. Ha te ezt magadnak oldottad meg, nem fog működni. Próbáld meg, de úgy, így lesz. Tehát Jézusra nagyon jelent, és ezt át kell venni tőle. Akkor vagy keresztény, olyan, mint Jézus Krisztus. Ha tudsz egyedül lenni az Úrral, és csendben lenni. És itt nem csak az, hogy nincsen semmi zaj, hanem belül a lelkedet is lecsendesíted. Hogy ott se dumál hozzád senki. Nem pörög az agyad. A holnapi munkán hanem nyugi van, csend van. És tudsz az Úrra figyelni. Ez az egyik. És a következő, most kell, hogy lapozzak egy csomót. A második, amit Jézus szokott csinálni, ő minden héten tartott egy pihenőnapot, képzeltek el. Ezért nevezzük a szombatnak. A nyugalomnap. Nekem nagyon tetszik ez a folytatás, hogy nyugalomnap. Minden héten legyen egy nyugalomnapot. Nem feltétlenül kell szombaton lenni ennek, nem vagyunk szombatisták, meg nem is akarunk visszamenni a törvény alá, meg nem erről van szó, most ne értek félre, de Isten ezt egyértelmű tette, hogy pihenjél. Én legtöbbször hétfőn pihenek, mert ilyenkor szolgál. Nekem 30 éve nem volt hétvégén szabad. Minden hétvégén szolgáltam. Nem sajnáltatom magamat, örömmel teszem ezt, de nekem is szükségem van egy nap pihenni, amikor semmit nem csinálom. Csak az Úrral, vele lehet beszélgetni, vele lehet között, őt lehet imádni, meg lehet szentelni, és pihenni. Semmi más nem. Semmi, ami munka.
nem teszek. Sokszor nagyon nehéz megcsinálni, hogy rengeteg tenni van az emberek otthon is, és házi munkát se csinálok. Múlt héten is nagyon nehéz volt hétfőn, mert jöttek melósok, azt én is ott voltam, és akartam csinálni, nem csináltam semmit. És éreztem, hogy győztes vagyok. De ezt meg lehet tanulni. És más a nyugalomnap, és más a szabadnap. A szabadnap az az, amikor otthon dolgozol. És próbálod utolérni magadat az otthoni tevékenységbe. Az még mindig nem nyugalomnap. Hallod? Az egy szabadnap, nem a munkáidén dolgoztál, de az otthon is vagy csomó tevékenységünk. A nyugalomnap otthon se csinálsz semmit. Hát ez hogy? Hát nem tudom, valahogy csinálod meg. Ugye anyukák nagybábé vannak, akkor hogy főznek? Hát találd ki. Hát lehet. Rendelni is kaját, lehet. Előtt nap megfőzni. Vagy olyat csinál, mit tudom én, nem a nagy munka. Tehát most azért, hogyha 5 percet összeütsz valamit, az nem gondolom. Most ne legyen 3 órás főzés, meg pucolás, meg minden, mert az már tényleg munka. De most az 2 órás összeütni, azért még azért nem esik le gyűrű az újra. Tehát nem ilyen törvénykezésből mondom. De fegyelmezd magad. Ne csinálj semmit. Ezt a legtöbben nem tudtok megcsinálni. Én se tudtam. Sokáig. Csak sokat kellett erre edzeni. És ez se baj. Kezd el úgy, hogy pár órát nem csinálsz, és akkor már fejleszed magad. Aztán amikor ezt 24 órát ki tudod tolni, nagyon boldog leszel. De ez nem megy. Ezt az emberek erre képtelenek. Úgyhogy ez jelenti a szombat. Megállni. Az jelenti, hogy gyönyörködni. Gyönyörködni az Úrban, az Úr dolgaiban, amiket teremtett, családodban, amiket te rajtad keresztül hozott vétel az Úr. Ezt is jelenti. És nem csak megállni fizikailag, hanem lelkileg is. Például szombaton ne aggódjál. Hadd abba azt is, állj meg. Állítsd le az agymenetedet is. Amin egész héten agyaltál, gondolkoztál, pörgetted. Az igazi pihenés csak akkor van, hogy az agyad is megáll. Amiben egész héten pörög. Aztán hónaptól pörgetheted tovább. Nehéz félre, nincs ez a semmi. Pörögjetek, dolgozzatok. Nem a munkára akarok lebeszélni. Mondom, 6 napig nyugodtan, amennyit bírsz. De akkor leszel hatékony, és akkor lesz a munkádnak is értelme és sikere, ha egy pillanatot beiktatsz. Amikor az Úré, ezt jelenti, hogy az Úrnak elválasztott. Uram, ezen a napon csak arra emlékezek, hogy te milyen jó vagy. Téged dicsőítelek, az életemet is neked köszönhetem. Csak azért élek, mert te azt akartad, hogy éljek. Te semmit nem manipuláltad apádat, anyádat, hogy megszülessé. És akkor miért gondolod, hogy most kell valakit manipulálni, hogy jó sorod legyen? Ez Istennek a jósága. Azt fogadd el, hogy Isten olyan jó, hogy adott életet, és megadja mindent, ami neked a jó élethez kell. Hogy akkor nem tudtad manipulálni, most se tudod manipulálni. Úgyhogy hagyjátok abba a manipulációt, és a nyugalomnapot kezdjétek el. Kérjétek az Úrtól bölcsességet, de egy biztos, nem törvényből, mert azt mondja, a szombat van az emberért. Igazából a szombat az ajándék. Azért, hogy a többi 7 napon hatékony tudjál lenni. Ez kell. Majd meglátjátok. De erre sincs idő hosszan kifejteni, de a következő, amit még Jézus, de még a szombat célja, hogy Isten több életet töltsön beléd. Igazából az a feltöltődésnek. Nekem a legjobb nap a pihenő, a nyugalom nap. Ilyenkor érzem magam legközelebb az Istenhez. Ilyenkor töltődök föl. Ilyenkor nyerem meg azt az erőt, amely a következő hét előttem van feladat, hogy ezt végig tudjam futni sikeresen. Hatékonyan. Ne az legyen, hogy amennyi pénzt keresek, az kevés. A családnak, stb. Olyan hatékony, mert az anyagi életben az a hatékonyság, hogy a többet keresel, mint amely családnak a szüksége. Ha kevesebbet keresel, akkor az hatástalan munka. Akkor ennek nem sok értelme van. Értetek? De ne a pénzé dolgozzál. Ez is nagy bölcsesség. Ne a pénzé dolgozzál, hanem az Úrért. Úgyhogy Isten ezt megparancsolta. Tartsd meg a szombatot. Kedvesen, szeliden, de ezt Isten ezt parancsba adta. Mondom, a szellemi tevékenység közül egyiket sem parancsoltam Isten a 10 parancsolatban. Nem mondta, hogy megparancsol, járjál gyülekezetbe. Nem mondta. Megparancsolom, imádkozzál. Nem mondta. Megparancsolom, böjtölj. Nem mondta. Megparancsolom, olvasd az igét. Nem mondta. Megparancsolom, pihenj. Mondta. De ezek is fontosak, és nem mondta, ezeket el kell hagyni. Csak ezt csináljuk sokszor, de túl vagyunk edzve, túl vagyunk pörögve, nem pihenjük ki magunkat, és ezért egyre hatásfunk egyre kisebb lesz. Egyre kisebb. És egyre reménytelen, hogy ha 20-30-a jár valaki az Úrral, azt mindig adósága van, mindig el van csúszva,
az nagyon lemerít az embernek a lelkét. Az adósság az lélekölő. De jó hírem van, Jézus meg tud szabadítani. De tényleg csak ő. Látod, a bankok nem fognak megsegíteni. A kormány nem fog megsegíteni. Nem törölték el a devizahiteleket. Egyáltalán segítettek. Lakás, semmi. De Jézus el tudja törölni. Ki tud szabadítani. És nagyon jó bizonságok vannak ezzel kapcsolatosan. De az Úr akarja, hogy te is úgy éljél. Olyan életmódot kövessél, mint Jézus. És a harmadik, az, hogy nyugodt életet élhessé, az egyszerűség. Hogy minél egyszerűbben éljél. Itt is több ige van. Mondja, hogy meglássátok, hogy eltávolítsátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. Szent Pál még jobban adja vissza. Majd így szólt hozzájuk, Jézus, vigyázzatok, és őrizkedjetek minden telhetetlenségtől, mert annak az élete sem a vagyonból származik, aki jó létben él. Nagyon tetszik. Nem a pénzettől lesz jó életed, nem a vagyonodtól lesz jó életed, Jézustól lesz jó életed. Jézustól. Nem a vagyonból van a jó életünk. Higgyétek el. És Jézus ezért mondja, amit nem annyira szeretünk, például azt mondja Jézus, adjatok el, amitek van, és jótékonykodjatok. Nekem sincs. Vagy ugye van olyan, amikor azt mondta, hogy ne aggódjatok az életetek felől. Mit tegyetek? Mit tegyetek? Vagy azt mondja, jobb adni, mint kapni. Hogy volna jobb kapni? Nem is érti az ember előszünk, olvas ezeket. Uram, Jézus, miért mondasz ilyeneket? Hát sokkal jobb, ha kapok, amikor nincs. Egy szegény embernek ezt nem tud előadni, hogy jobb adni. Neki kapni jobb. Ahhoz, hogy neked jobb legyen adni, mint kapni, ahhoz el kell jussál össze egy szintre. De mi van, ha Jézusnak tényleg igaza van? Tényleg jobb adni, mint kapni? Hát mi van akkor? És Jézusnak tudjátok, mindig igaza van. És ha neked jobb most még kapni, mint hogy adsz, akkor csak azt jelenti, hogy még szegény vagy. Még nem vagy olyan közel az Úrhoz, ahol rá tudná árasztani az ő áldás szintjét. És ezért még azt mondta, hát inkább nekem most kapni lenne jobb. Én is voltam ebbe, és tényleg, amikor az emek nincs, akkor nagyon jó, hogyha kap. De hála Istennek, én ma el tudom mondani, én jobban szeretek adni, mint kapni. De mi most is szeretek kapni, de most én már jobban szeretek adni. És azt is azt mondom, Jézusnak ebbésik a szava. Jobban. Jobb. Sokkal jobb. Nem kicsit, sokkal jobb adni. És ezért ködnek bővölködjé, bős, hogy észrevehet, hogy kinek milyen szüksége van, és a te lehetőséget képez azoknak segítsé. Tudd meg, hogy a szegény igenis örül, ha te adsz neki. Segítesz neki. Kifizet a rezsijét, a villanyszámlát, bármit kifizet, ha ő nem tudja, ő egy óriási boldogság. És találkoztam egy barátommal. Minden, nem is mondom meg. Adtam neki egy összeget. Az Úr felindított, teljesen véletlenül. Kocsival megálltam, leállított, úgy kell lestoppoljam, hogy minden. Nem láttam nagyon rége. És ott az Úr már mondta, hogy adjak neki pénzt. De azt valahogy nem adtam neki, mert az ember, most vissza van, béna az egész, minden. Elmentünk, és az Úr annyira erősen, még egyszer megálltam, bevágtam elé, megint lestoppoltam. És azt mondta, adjak neki, adtam neki, elsírta magát. Hogy most ez nem is, én nem is tudom, hogy ez nekik, és mennyire fontos, és milyen nagy szükség. Én meg lestem. Na jó, hello, mondom, már most már nem sírt. Mondom, megyek, szavaz, mondom. De láttam, hogy ő neki az a összeg, direkt nem akar, neki az teljes öröm volt. Ő neki annyira boldog, hogy kapott. Annyira boldog volt, hogy én meg örültem, hogy adhattam, de láttam, hogy ő nagyon boldog. De én is boldog voltam, mert jobb adni, mint kap. Én szerintem boldogabb voltam, mint ő. De mégis ő érte meg érzelmileg ezt jobban. Ő sírt, én nem sírtam. Örömöm, hogy adhattam. De jó érzés volt. De az én annyira, hogy sírek nem. De ő sírt. Sírt. Nem is tudta látni, nem bír elindulni, mert könnyével küzdött, törölget, hogy nem tudsz vezetni, hogy a könnyezel, tudod. És befejezésül még a negyedik, amit Jézus csinált, mindent lehetőséget, ezt nagyon sok mindent kéne erről mondani, de ezt most nem tudom elmondani. De amit még el tudok mondani, az utolsó, ugye volt az egyszerűség, és még lassítsál le. Ez a negyedik szokás Jézusnál. Jézus le tudott lassulni. Minden héten egy napot teljesen az Úrnak szentelt. Ő betöltötte a törvényt. Ez a törvényben is benn van.
És nem azért mondom, hogy a törvény alá kellek visszavinni benneteket, mert eszem ágában nincs, mert hogyha ez nem lenne a törvényben, csak így mondom most nektek, én ezt akkor is csinálnám. Ezt a Rufti beszélt erről, ha nem lenne a törvényben, hogy ne paráználkodj, azt mondja, én akkor se paráználkodnak, mert tudom, hogy ez nekem nem tesz jót. És van el lehet ide jutni, hogy megérted, hogy a törvény az érted van, és a törvény taposóké van, ne tegyék tönkre az életüket. És milyen nagy dolog, hogy téged ez már nem kísért, és nem neked van megpancsos, azért vagyunk kegyelembe, mert mi ezt be tudjuk tölteni. Nem kell házasságot törnünk, nem kell lopjunk, és tudunk pihenni. Ezen tudod a legjobban lemérni, hogy milyen köze vagy az Úrhoz. Tudsz-e pihenni? És ez az egyik legnagyobb üzenet. Meg vagyok erről győződve. És ha oda jössz Jézushoz, ő megtanítja neked. És vége a hatástalan pörgésnek. Mert hiába pörög, de a kutya kergette saját farkát, akkor nem halad sehova. Én tényleg olyan sok embernek az életem, mint a szobabicikli, szokták mondani. Le is izzadsz, el is fáradsz, de egy lépés nem haladt előre. Nagyon sok keresztnek is ilyen az élete. Isten meg azt akar, hogy haladjál. Áldású, áldása. Hitről, hitre. Győzelemről, győzelemre. Dicsőségről, dicsőségre. Mert mi is haladtunk, ki lett volna. És még lett volna befejezés egy-két ötletem, hogy hogyan lassítsa le, de ezt már nem fogom elmondani. Nagyon köszönöm a figyelmet, köszönöm a türelmeteket, hogy így igénybe vettem. Legyen szép a holnapi napod is, azt kívánom. Legyetek áldottak. Minden új nap új örömöt ad ki, majd holnap már nagyobb öröm legyen az életeden. Bármilyen nehézségek közepette is vagyunk. És köszönöm, ezeket elmondhattam nektek, és remélem, hogy áldás származik számotokra ebből. Isten áldjon benneteket. Nagyon nagyra értékelek benneteket. Köszönöm, hogy meghallgatottok. Halleluja. Halleluja. Lenne mondani egy pár perc, de nem akarom elvenni az időtöket. Halleluja. Jöjj, Szent Szellem! Vedd le a terheket! Jöjj! Urunk, hálásak vagyunk neked, hogy tanítasz az Isten igéjéből bennünket. Köszönjük, hogy te vagy, aki az igának a másik oldalán vagy. És köszönjük neked, hogy könnyeddé teszed ezt a nehéz életet, amit a sátán és a bűn megnehezített. Ezért kérlek, jöjj a testvéreimnek az életébe, és kérlek, adj nekünk bölcsességet. Jézus Krisztus nevében kérünk, mennyei atyánk, hogy lassítani tudjunk, kérünk tégedet, hogy pihenni tudjunk, kérünk tégedet, hogy add meg, hogy adj bölcsességet, hogy meglássuk azokat a dolgokat az életünkben, amik a figyelmet elterelik rólad, Urunk. Kérünk tégedet, adj erőt a Szent Szellem által, hogy le is tudjuk tenni ezeket a terheket, erőket, erőhatásokat az életünkben. És kérünk tégedet, hogy romboldd le a sátánnak a munkáit az életünkben, a Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Halleluja. Itt most berekesszük az Isten tiszteletünket, pedig szerettem volna, legyen még dicséret, még ez, még az. De berekesszük most a Isten tiszteletünket jövő hét szombaton 16 órától a hölgyeket várjuk, és vasárnap pedig úrvacsorára fog sor kerülni. És megnyugszunk az Úr jelenlétben. Örülök, hogy ennyien itt maradtatok, és ennyien le tudtunk ülni, és lenyugodni az Úr jelenlétében. Az Úr áldjon meg benneteket, következő heteteket, és még egy, hogy lenne valaki, aki meg szeretne térni, ugye? És köszönjük a figyelmeteket.